Filmbarátok podcast, ez kell nekem. A popcorn már is itt van mellettem. Tök jó lesz, mint mindig, higgyétek el. Na halljuk, hogy mi lesz a filmekkel. Filmbarátok. Üdvözlök mindenkit, ez a 32. Filmbarátok adás. Itt vagyunk most már négyen, ugyanis egy különleges vendégünk van ma, de kezdjük sorjában. Egyik oldalt ott van a felbújtás és a provokáció nagymestere, Zoli. Sziasztok! Szintén velünk van még Gergő. Sziasztok! És most, hölgyek, urak, hetekig tartó castingolás után, hoppa, ezt túl gyorsan csinálta, hetekig tartó castingolás után egy forradalmi újítás a filmes podcast történetében, ugyanis van egy női résztvevőnk, aki nem más, mint... Anna Mari. Sziasztok! Na, hát milyen itt már, ez előbeszélgetés túlélted, remélem nem vagy túlságosan megilletődve. Dehogy vagyok megilletődve, úgy tűnt. Hát az Zoli szólásai után egy kicsit, igen. Ezt, na persze. Ezt majd meghalljátok. Nem fogjátok meghallani, mert Freddy állatbarát, és szeretnéd kihagyni. Nem. Ez bekerül. Ezt nem tehetjük meg, Zoli, a hallgatóinkkal, hogy nem rakjuk ki ezt a kivágott jelentet. Úgyhogy majd nagyon jó kis klipet fogtok hallani a továbbiakban. Én mindent tagadok. Hát hiába tagadod, ott a felvétel. Mielőtt még elérkezünk a villám kérdésekhez, először Anna Mari, mesélj magadról egy kicsit, hogy ki vagy te, hogy kerültél ide. Ugyebár a Drive a legjobb film, és a Filmbarátok a legjobb podcast. Meg hogy nézel ki, meg ilyenek? Jól van, akkor kezdjük az elején, szóval 19 éves vagyok, Budapesten élek, nagyon magas vagyok, vörös a hajam, kék a szemem, és nem vagyok egy gazella alkat, de erről most maradjunk ennyiben. Szóval, Dreamer Instinct néven futok, a PC gurunak írok, az online részlegen általában híreket kapok, és hát YouTube csatornám nincs, de lehet, hogy majd lesz. Nagyjából ennyi. Twittered van, azt tudom már. Twitteren van, igen, az van, mert hát úgyis ott ismerkedtünk meg, onnan tudtam meg, hogy van casting. Így van. Úgyhogy... Ugyanezen a néven, mint ugye, ahol PC gurun írok, el tudtok érni. És Gergővel közösen választottunk ki, és valóban azt kell mondanunk, hogy egy elég hálátlan meló volt, neked jó sült el, de korrektek leszünk, de igazából bárki lehetett volna, Gergő, nem tudom, ezt te is alá tudod támasztani, mert így mindenki olyannak tűnt, hogy gazdagítaná a podcastet, úgyhogy... Hát amúgy tényleg valóban nehéz feladat volt, főleg úgy, hogy már reggel 7-kor zaklattál az e-mail-el, meg még éppen aludtam, de mondom, jó van most már, hogyha így milyen castingra is van lehetőség, akkor miért ne? Aztán így végignéztük a jelentkezőket, és amúgy mindannyian eléggé jónak tűntetek, szóval innen is köszönjük minden kedves jelentkezőnek. Így van. Öten jelentkeztek, és tényleg annyira alkalmasnak tűnt mindenki, hogy igazából szerintem biztosra vehetjük, hogy még fogont abból a listából legalább egy ember még a podcastben szerepelni a későbbiek folyamán, mert többen is írták, hogy van rádiós tapasztalatuk, neked is volt, azt írtad. Nekem igen. Úgyhogy ez tényleg egy olyan luxus, hogy ezt nem lehet kihagyni. Úgyhogy majd a későbbiek folyamán még találkozhatok pár nőszeméllyel, de most koncentráljunk rád, Anna Mari. Nőszeméllyel? Istenem, nőszemély. Figyelj, Zoli, ma nagyon kultúrátnak kell lenni, hasunkat be kell húzni, és a káromkodást próbáljuk kerülni, mert főleg már kaptunk negatív visszajelzéseket. Hogy... Hazamenjek? Miért nem otthon vagy? Ja. Mondjuk, ja. Mielőtt még a villámkérdésekhez eljutnánk, még egy plusz dolog. Kaptam egy nagyon érdekes kis e-mailt, amit felolvasnék nagyon gyorsan. Nevezetesen Zoltán küldött egy ilyen e-mailt. Kedves Feri D. és a podcastek többi résztvevője. Nagy rajongótok vagyok, gondoltam, érdekes információ lenne, hogy a Filmbarátok podcastek alatt mennyi munkát csináltam meg. Többek között 70 négyzetméter falat lefestettem narancsszínűre a 29. rész alatt, 30. rész alatt majdnem felértem Kaposról Fonyódra, ez 55 km biciklivel. Megpucoltam bő 1 kg diót talán a 23. vagy 24. rész közben,
Lefutottam 17 kilométert a 26. rész közben, bár őszintén bevallom, abból a részből nem sokra emlékszem, mert hamar véget járta a tüdőm. Arról nem is beszélek, hogy a kerti fűnyírás közben hányszor hallgattalak titeket, és hányszor vitatkozok magamban, hogy Zolinak hányszor nincs igaza. 16 éves vagyok, de a taxisofőrt sokkal többre tartom, mint a bosszúállókat. Ugye? Ez már nem még volt az e-mailben. De ez még egy pár van. Év, még egy pár év, és majd nem így fogja látni. Egyébként ezek szerint Zoltán tele van energiával, és szívesen látom, hogy nálam meg falat kéne bontani. Szerintem a 32. podcast alatt le fog menni ez a falbontás, úgyhogy szeretettel várom. Hogy kineknek legyen hely, Zoli? Eladtam a kinektet. Oh, El. Szar az egész, a semmi értelme. Hát de nem volt helyed, azért bontod a falat. Az volt a gáz egyébként, hogy amikor beköltöztünk ide a lakásba, akkor tudod, elszabadul a fiataloknak az agya, hogy fú, hogy nézzen ki. Az egyik alapvető szempont az volt, hogy a nappal ez olyan legyen, hogy a kineknek legyen elég tér. És nagyon... És egyébként egész jó ötlet volt, mert így nagyon nagy tér lett a nappaliban. Fredivel volt nálunk szilveszterkor, tehát elég nagy tér van, levegő van, és ez így tök jó. Csak igazából egyetlen dolog porosodott végig a helyén, a Kinect. Az az egyetlen, amit nem használtunk folyamatosan, és két év után rájöttem, hogy most már a por ki fogja nyírni, meg fog fulladni szegény. És ez egy elég szörnyű kínhalál, és akkor úgy gondoltam, hogy na jó, akkor inkább valaki másnál legyen, nem tudom végignézni szegénynek a sínlődését. Úgyhogy gyakorlatilag így váltam meg a kinektől. Sokat beszélek, ugye? Egy kicsit, mert még a vége sincs a levélnek. Ja, bocsánat. Mindenesetre a levél vége az, hogy nagyon büszke vagyok rátok, hogy igényes műsort biztosítotok a mai világban. Rengeteget tanultam tőletek, hogy hol van a határ a nézhető és a szar között. Add át mindenkinek szíves üdvözletemet és kitartást a jövőben is. Hát köszönjük szépen. Azt látod, hogy ez egy nagyon szofisztikált levél volt arra, hogy mi a véleménye a filmbarátokról. Hát jó. Soha rosszabbat. Azt csodálom, hogy ilyen feljegyzéseket vezetett róla, hogy tudja, hogy hány kilométer tett meg, meg ilyesmi. Hát ez szép dolog. Hát alapos. Az, de akkor tapsod neki. És üdvözlök minden kedves új követőt a YouTube csatornánkon, mert ugyebár egy kisebb YouTube hisztéria után úgy voltam vele, hogy nyitok egy külön filmbarátok csatornát, úgyhogy köszönöm, hogy feliratkoztatok. Elérkeztünk a villámkérdésekhez, ahol az első kérdés Blaze-től jött. Ő volt az egyik jelentkező a női pozícióra. Kárpótlásul itt van a kérdése. Hogyha újra rendezhetnétek egy filmet, melyik lenne az és miért? Nem tudom, de ez egy kurva jó kérdés. Köszönöm szépen, Blaze. Hát én semmit sem, mert borzasztó rendező lennék, az biztos, semmilyen esztétikai érzékem nincsen. Én pont tudnék rá mondani, ugye, mert beszéltünk arról a filmről, amit majd ugye fel is fogok hozni később, a Jane Eyre-ről. Hát azt komplettül újra kéne forgatni, mármint a sorozat verzióját, a 2006-osat, mert egyszerűen borzasztó arról szólt a dramaturgia, és ahogy néztem, eszembe jutottak dolgok, hogy mit lehetne másként jobban csinálni, és azt gondolom, hogy arra tényleg ráférne egy felújítás. Én most spontán az Elrabolva 2-t mondhatnám, mert azt egy okosabb csimpánz is jobban vágná és rendezné, mint az az illető, mert az egyszerűen egy katasztrófa. Tehát maga a film sem volt már jó, de a rendezés és a vágás egész egyszerűen oly mértékben primitív és amatőr volt, hogy egyszerűen már rossz volt nézni. Úgyhogy én mindenképp ahhoz hozzányúlnék. Nekem van egy film, amit én újra vágatnék, mint rendező, mert olyan gyötrelmesen lassú és kimért. Második kérdés. Ja, egyébként Zoli, hallottam, emiatt mondtam az elején, hogy felbújtó. Te komolyan arra buzítottad a táborlakókat az AdWord táborban, hogy szidják a drive-ot, mert tudják, hogy azzal fel lehet engem idegesíteni? Jaj. Nem. Nekem van erről rossz egy tanúvallomásom. Várjál? Ja, lehet az volt, hogy ha fel akarjátok cukkolni nagyon Freddy-t, akkor mondjátok azt, hogy nem jó. Hát nem ezt kérdeztem az előbb? De ezzel nem búzítottam őket. Tehát ez olyan dolog, amit azt mondanám, hogy ha akartok gyorshajtásért valamilyen ilyen büntetést kapni, akkor hajtsatok 70-nel az 50-es táblánál. És aztán kocsiban bevallottad nekem, hogy nem is utálod a drive-ot.
hanem csak szeretsz engem felidegesíteni. Ugye? Ez igaz, ezt aláírom. Na, köszönöm szépen. Második kérdés a Rozitól. Láttatok-e olyan filmet, amiben férfi és nő közötti kapcsolat semmilyen formában nem jelenik meg? Flört, csók, szerelem, szex, plátói, igen, stb. Tehát értitek a kérdést, hogy... Túl a barátságom. Aj, Zoli. Ez magas labda volt. Au. Ez nekem fáj. De várj, én nem értettem a kérdést, mondd el még egyszer. Láttatok-e olyan filmet, amiben férfi és nő között nem szerepel semmiféle flört, csók, szerelem, szex, plátói, házastársi, alkalmi vagy egyszerű vonzalom? Tehát, hogy tényleg csak barátként voltak ott. Tehát nem volt semmi románc köztük, vagy ilyesmi. Egy oldalú se lehetett. Szerintem én nem láttam. Lehet, hogy igen, de nem emlékszem rá. Jó barátok első évad számít? Nem most komolyan. Hát... Mert filmekről beszélünk, vagy sorozat is játszik, mert akkor Jó barátok első, vagy első két évad szerintem simán ide fér. Akár, jó. Én a Leona profira gondoltam, de... Hát azért... jó. Tényleg, akkor már az izé is az másik Jean Reno film, a Marmint a mustár, Wasabi. Abba se volt ilyesmi. Kivéve ugye a kislánya. A kislánynak senkinek, senkivel nem volt olyan viszonya. Mm. Nem tudom, te Harry és Sarah-t láttad esetleg? Mm-mm. Nem. Nem. Én se láttam, de így arról, mint hogyha ez lenne az emlékezetemben, hogy mintha ilyen baráti kapcsolat lenne köztük. Gergő? Hát, hogy ilyen mondjuk, nem, szerintem bárányok hallgatnak be, ilyen nincs. Így rengeteget gondolkodtam, így nehéz ilyen filmet kitalálni. Jó. Nekem eszembe jutott még egy, Nicsak kibeszél. Micsoda? Nicsak kibeszél. De hát miért? Hát a két gyerek, aki ekkor... Jaj, Zoli, nem igaz. Igen, és a spermiumok között is akkor elvileg... Ah. Zoli, mi van veled? Túl sok szőlőcukrot eszel, vagy én nem tudom. Ez lehetséges, nem tudom, abba hagyom. Túl aktív az agyad, Zoli, nem jó? Harmadik kérdés, bevallom, ez tőlem van, de alias Dickassmannek írtam ide, hogy ne legyen túl ciki. Van-e olyan film, amely a párotoknak egyáltalán nem tetszett, de neked igen, illetve fordítva? Mi tele vagyunk ilyen filmekkel. Na, mesélj. Én oda vagyok, egyetlen egy francia film a Taxin kívül, amit imádok, az a címe, hogy Hosszú jegyesség. Borzasztó jó film, ő pedig utálja. Arról szól, hogy az első világháborúban a srác elveszik, és a jegyese, aki odahaza van, a háború végében meg akarja találni őt, elkezdi megkeresni. És végig kiderül, hogy a srácot halálra ítélték, és azokkal az emberekkel kerül kapcsolatba a lány, akiket mellette ítéltek halálra, és ki az ő történetüket meséli el. A végén van egy icipici csattanó, de kiszámítható, na most ez az, ami nála kiverte a biztosítékot. És fordítva? Fordítva? Minden limonádé film. Sztárom a párom. Mi, ő szereti az ilyeneket? Igen, ő szereti az ilyeneket. Sztárom a párom, akkor én ugye a Wasabit nem akartam megnézni, de mondjuk az annyira nem romantikus film. Aztán az ehhez hasonló, Julia Robertset minden mennyiségben. Na, micsoda nő, az mondjuk még tetszett is. Hmm. Szóli? Nekem, azért nagyon-nagyon mély drámák, azok, amik Adrinak annyira nem jönnek be. Tehát ilyen apokalipszis most, bocsánat, abból is a nem rendezői változat, a rendezője szerintem nézhetetlenül hosszú, de apokalipszis most, érdekes, hogy az egy becsületbeli ügy, ez megvan? Uh-huh. Ezt én például imádom. Adri megnézi, hogyha kell, de annyira azért nem. Szerintem ennyi. Az ilyen drámai tárgyalótermi, meg hasonló, az ilyen nagyon ilyen suspense filmek, azok annyira nem. Már elég is a horrorban viszont igen. Úgyhogy nem tudnám megmondani, hogy mi az összefüggés a dolgok között. Lehet, egyszerűen csak szar a filmes ízlésem. Köszönöm, megfigyeltem, hogy nektek nagyon azonos a film ízlésetek, mert még így akányszor van ilyen Twitteren üzentek mindketten, akkor ilyen mozi sajtóvetítés után, vagy ilyesmin, akkor ti nagyjából mindig ugyanazt írjátok.
Most a Pacific Rimnél is ez volt, tehát hogy most nem fogunk erről beszélni, de ugyanaz volt a véleményünk róla. Ott volt, ugye, ha összenéztünk, és akkor jó, igen, ugyanaz a vélemény, aztán kijöttünk. Mm-hmm. Lehetséges egyébként, hogy az van, hogy ő a jobb, én meg a bal, vagy ő a bal, itt sén, a jobb agyfélteke ugyanannak a képzelebeli valamilyen manifestációnak, vagy kivetülésnek, mert ez is az eszembe jutott, nem tudom, létezik ilyen? Nem, ugye? Mindegy. Gergő? Én továbbra is tartózkodom. Oké, és akkor én esetleg mondhatnám, hogy teljesen megdöbbentett, hogy neki nem tetszett, az a Pankrátor volt, amit elképzelni nem tudok, hogy nem tetszett valakinek is. Majd elmesélem. Nem á. Megint húzni akarja ez az agyat, ne figyelj rá. Komolyan, ez a legnagyobb troll vagy, Zoli. Dominó filmet ismeritek? Nem. Kiara Knightley-val, meg Mickey Rourke-kal? Hallásból. Na ott például ő abba hagyta, ez egyetlen film kb. Amit ő abba hagyott. Pedig pont amikor abba hagyta, onnantól kezdve lett jobb a film. Meg nem tudom, amit én abszolút nem tudok megérteni, hogy ő miért imádja, az a félénk vagyok, de hódítani akarok. Ezt ismeritek? Francia film. Ez olyan pornófilm? Nem, egy vígjáték. Szerintem szörnyű, én egyszerűen tudtam rajta röhögni. De ő nagyon imádja, meg az űrgolyókat ő is szereti nagyon, én meg abszolút nem értem a Mel Brooks humort, úgyhogy... Aha. Kiskoromban láttam, akkor annyira nem tetszett, de végignéztem. Hát, hogy Mel Brooks-tól csak a Robin Hood-os filmet szeretem, a többin egyszerűen képtelen vagyok nevetni. Pedig az űrgolyók az tényleg jó, én azt láttam nem is olyan régen. Egész tűrhető. Én nem nyilatkozom már, mert mindenkit lehúzok, úgyhogy... De nem, nekem sem tetszett egyébként. Mert az a vicceket, amikor kicsi voltam, akkor a Star Wars az így elvitte. Tehát, hogy fú, mit tenni, tök mindegy, egy paródia, volt benne fénykard, vagy valami fénykardnak látszó tárgy, és nekem annyi elég volt. Mm. Máig talán egy ilyen 2-3 poén van, amin máig képes vagyok nevetni rajta, de Mel Brooksot én sem értem máig. Rendben. Akkor el is érkeztünk a filmekhez. Szörny egyetemet, ha minden igaz, csak Anna Marival láttuk ketten. Igen. Te, Gergő, te téged nem is érdekelt, vagy? Hát érdekel, csak én nem voltam úgy vele, hogy ezért valószínűleg elszaladok a moziba. Tehát így oké, nosztalgia kedvéért megnéztem a Szörnyertét, de az egyetem így annyira nem akartam elugrani érte a moziba. Most úgy láttam így, amiket olvastam róla, hogy Pixarnak még mindig nem sikerült magára találni, aztán... Nagyon nem. Akkor meg inkább nem. Na azért, ezt nem mondanám. Jó, hát de nem, azért nem egy Toy Story, vagy mit tudom én. Hát nem, de család. Figyelj, az előző két égés után azt hiszem ez egyértelműen egy lépés a jobb irányba volt. Hát figyelj, most egy fokkal kevésbé szar, mint a Merida, én azzal nem vagyok is segítve. Na, tehát... erről még beszélünk akkor. Szörny egyetem ugyebár egy előzmény film a Szörnyertéhez, és itt Mike és Sully kalandját láthatjuk, hogy kerültek egyáltalán ebbe a ijesztős pályára, és hogy barátkoztak össze. És nagyjából ennyi, tehát itt többet nem nagyon kell róla mondani. Én... Sokat nem is lehet. Nem, hát igazából nagyon egyszerű a történet. Te így mi nem tetszett neked abban a filmben, Anna-Mari, hogyha így már... Nem volt meg a Pixar életérzés, mint ami megvolt a Toy Story 3-nál, mert az egy egyszerűen zseniális film, meg a Wall-E is. Szerintem az a kedvencem, ez a kettő a kedvencem a Pixartól. Uh-huh. Azt nagyon hiányoltam, hogy el tudjak veszni az egészben, hogy csak nézzem és így bámuljak a képernyőre, mint mondjuk, hogy az első részben ott volt a kislány. Hát én azért majd meg őrültem. Igen, az nagyon aranyos. De jó, de ugyanakkor így a történet miatt nem is lehetett túl mély a tartalom, tehát így... Az biztos nem. Tehát így inkább... De jók voltak a karakterek. Igen. A vége fele, a Mike-nak a csapata, azaz. Igen. Ők jók voltak dolgozva. Nem voltak nagyon mélyek, de jók voltak dolgozva. Igen, van egy plakát a Szörny Egyetemnek, ahol ilyen rengeteg szörnyet látni itt az egyetem udvarában, vagy nem tudom, láttátok azt a plakátot? Igen. Vox, múlthavi Voxnak is a hátulján ez van, és így néztem, és mondom, úristen, mi ez a sok szörny, és az a durva, hogy a film végére így mindegyiket így fel tudod idézni, hogy milyen szerepe volt, és tehát nagyon ügyeltek arra, hogy ne csak Mike-ról és Sully-ról szóljon az egész, és szerintem ez egy tök jó dolog,
Még ha furcsa mód a Szörny RT-nél szerintem inkább a Sully volt így a főszereplő, addig a Szörny Egyetemnél egyértelműen Mike-on volt a hangsúly. És ami még furcsa, és szerintem ez egy jó húzás volt, hogy nem rögtön úgy kezdtek ott az egyetemnél, hogy a Mike és a Sully egyből összehaverkodtak, hanem nem voltak jóban. És aki a... Kifejezetten utálták egymást. Így van, és csak így kényszerből társultak. És míg a Szörny RT-n ott volt a Randall, az volt a neve annak a kameraunknak. Na addig ő volt a jó fej, tehát ő volt Mike haverja. És aztán... Egy szobában laktak. Igen, mert szobatársak voltak, és utána kiderült, hogy Randall miért lett olyan, amilyen, hogy egy rossz társaságba keveredett, meg ilyesmi. Te, Anna-Mari, nem tudtál nevetni a filmen, vagy nem voltak elég jók a poénok? Nekem vagy? Nem voltak, egyszerűen csak néztem, jól van, mikor lesz vége, nem sokára, hát azt mondta, kibírjuk. De viszont az nagyon tetszett, hogy volt benne egy csomó cameo az előző filmből. Uh-huh, igen. Megjelent ugye az a fehér csimbók, amelyik az első részben kisegítette őket. A hóban. Igen, ők. Én nem ütöttem fel. Most nekem se. Hát valami Yeti volt, vagy igen, nem, Bigfoot volt talán. Nem, ő valami másod hegyi, nem hegyi ember volt, de valami köze volt a hóhoz a nevének, azt tudom. Na mindegy. De amúgy Freddy itt a filmben először találkozott a Mike meg a Sully. Igen. Mert néztem az első részt, és ott mondták, hogy már kiskoruk óta ismerik amúgy egymást, valami Oviból vagy honnan. Mm. Volt egy ilyen elszólás még az első filmben. Hát igen, szerintem. Retkonoltak egy kicsit, módosították hát a történetet. Igen, szerintem kicsit feszítették a dimenziókat, mert itt nekem nagyon az volt az érzésem, hogy ott találkoztak először, mert nem... Ott találkoztak, igen, ott látták egymást, amikor ugye Sully bement a tanterembe az első napon. Igen. És már egyből rossz szemben nézett rá Mike, hogy ez a hó. Igen. Ami így a filmben kicsit... Hogy mondjam, kicsit fura volt, hogy ilyen kicserélhető volt az egész történet, mert ha most úgy vesszük, ez egész egyfajta sportfilmnek tekinthető, mert gyakorlatilag a Szörny Egyetem egy ilyen versenyről szól, amit mindenképp meg kell nyerniük, és gyakorlatilag ugyanazokat a kliséket tartalmazni, mint hogy akármelyik másik ilyen sportfilm, hogy egy loser csapatból össze kell hozni a bajnokot, és kicsit kicserélhető volt. Tehát, hogyha most ez egy teljesen új franchise lett volna, talán még úgy is működött volna ezzel a háttérrel. Ez kicsit... Nem volt eredeti. Hát nem nagyon. De ennek ellenére én mégis tök jól el voltam a film. Nem volt olyan jó, mint a Szörny RT, és talán kicsit, hogy mondjam, gyerekesebb volt az egész, de ennek ellenére én nagyon jókat nevettem rajta, és a karakterek a Mike és Sully csapatából azok nagyon jók voltak, gyakorlatilag sokszor így ellopták a sót, és nem tudom, volt egy poén, ami nagyon, ott tényleg nagyon nevettem, így a Mike és Sully csapatában van egy ilyen, hát ilyen, tudod, nem is tudom, minek nevezem. Hát az, aki így az anyjánál lakott, és ilyen... Sokszemű. Igen, ilyen mamaszból, ilyen kis elkényeztetett kis akárki, hogy mami gondozza meg ilyesmi, és utána annak az anyja elvitte őket a Szörny RT-hez, ott a ijesztő épülethez, és utána így kirakja őket a kocsiból, és utána így a mama így mondja, hogy úgy gyerekek, menjetek nyugodtan, addig megvárok benneteket a kocsiban, hallgatok egy kis szép muzsikát. Igen, és tehát így halljuk, hogy így bekapcsolja a rádiót, és ilyen death metal szól. Az nagyon állat volt. Annyira... Milyen jól andalgott rajta, jár jobbra-balra a fejem, mint hogy van, miát hallgatom. Az nagyon ütött. Tehát annyira abszurd volt, egy ilyen dajer volt hajó, ilyen iszonyat kedvesen kinéző kis anyuka, aztán ilyen abszolút death metal hörög ott, az vicces volt. Igen, ez tényleg jó. És Zoli most döntött el, hogy megnézi ezt a filmet. Kíváncsi vagyok rá most már, de hogyha ez az összes poén, ami igazából úgy érdemleges benne, nem, sok jó vicc van. Sok jó de vicc. Hasonlóak? Vagy azt, hogy azon nevetünk, hogy fölborul valaki egy sámlin? Van ilyen is, olyan is. Tehát az ilyen slapstick poén, hogy így nem tudom, ami beüti magát, olyan is van, de kevés, és ami van, az jó. Tehát van egy olyan verseny, hogy ilyen
ilyen akadályverseny, hogy nem szabad beleérni valamibe, és ott például beleér, akkor az a rész egyből így feldagad, és utána így nagyon furán néznek ki már elég gyorsan, tehát ilyen egyiknek ilyen hatalmas pofa zacskója lett, meg ilyenek, tehát ez hülyén hangzik, de viccesen néz ki így összességében. Jó pofa, olyan, mintha fölfújnák őket, igen. És nem menne tovább a levegő, hanem ott megrekednek. Igen. És ajánlom nektek, hogy a stáblista végét várjátok ki, mert van egy olyan jó 20-25 másodperces ilyen kis poén. Na, azt nem láttam. Igen, mert mi is egyedül voltunk ott a moziban. Én hallottam, hogy van valami a stáblista után, és már ott takarítottak köröttünk, és kicsit hülyén éreztük magunkat, hogy ott nekünk takarítanak, de úgy voltam vele, hogy na most már kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, és tényleg van valami, úgyhogy érdemes kivárni. Twitteren írta valaki, hogy a pécsi Cinema Cityból kizavarták őket, tehát nem várhatták meg a végét. Úgyhogy ez kicsit parasztság, de szerintem megérte. Van egy vicc ugye a film elején, és utána annak van így a befejezése. Én tényleg ajánlanám a Szörny Egyetemet, 2D-ben néztem, úgyhogy rohadtul nem kell ragaszkodni 3D-hez. Felesleges. Így van. Magyar szinkron gondolom, nem gáz, animációs filmek közül magyar csinálni. Visszahozták az eredeti szinkron hangokat. Igen. Még ugye, na, aki Mike-ot szinkronizálta, az a srác, azt hiszem, ő visszavonult, aztán nemrég visszatért, és most ebben a filmben is szerepel. És a Szálinak meg volt továbbra is a gesztesi? Így van. Meg. Így van. Randall is ugyanaz. Szokásos. De nagyon jó a szinkron egyébként, tehát így minden karakternek megvolt az egyedi kis hülye hangja, és így jól illettek, nem tűnt fel egyáltalán negatívan, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom, mind a szinkront, mind a filmet. Anna Mari, még valami hozzáfűzni való részedről, hogy... Nem nagyon. Nem nagyon. Szerintem elmondtunk róla mindent, amit lehetett. Na, én jobban ajánlom, mint Anna Mari, döntsétek el, hogy kinek hisztek. Az biztos. Evil Dead, a remake, ki látta közületek? Én láttam. Én is. Anna Mari? Én nem. Te nem. Én nem. Én. És ki látta az eredetit? Én láttam. Én is láttam. Mind a hármat. Bejött egy dongó, basszus, kiment, jó. Bocsánat. Küldi a tengeri malacot. Majd a Gergő méhelyi elküldik. Igen. Viszek. Kösz. Ja, szóval én nekem az a nagy megtiszteltetésem volt tegnap, hogy elmehettem az ország egyetlen Evil Dead mozis vetítésére. Ugyanis a Vox és az Express meg az Eon Flux így közösen egy ilyen vetítést összehozott, és rá lehetett jegyeket nyerni, illetve kapni. És én kaptam egy meghívót, és hát nagyon jó pofa volt. Tehát a terem dugig volt, annyira eredeti mozis kópia volt, hogy így amerikai film, tehát amerikai verziót sugároztak, és ilyen vetítővel így rávetítették a magyar feliratot. Úgyhogy... Már meg se kérdezem, milyen nyelven nézzük. Nem, angolul volt, és a felirat is nagyon jól működött, és tényleg csak köszönni tudom ezt a lehetőséget, mert a film is nekem meglepően jól tetszett. Nem tudom, ti hogy vagytok vele? Szerintem is jó volt, bár lehetett volna kicsit szaftosabb. Igen, nekem is ez volt a bajom vele, hogy ahhoz képest, hogy az... Egyébként egy érdekesség, hogy nem tudom, mennyire tekinthető például ez mondjuk rebootnak. Mert a... Ez remake volt inkább szerintem. Igen, viszont mindig a címe is változott egyébként. Tehát jó, egy név előtt, de valamennyit változott. Igen, amit a Gergő mondott, azt én is hoztam. Tehát én ebben a szempontból kicsit csalódtam. Tehát én pont azt vártam, hogy úristen, hogy azért kapott a szem... X besorolást? Hát ja, NC-17-et kapott először az első vágással, de aztán utána visszavitték, és amúgy, amit Freddy látott, szerintem még az is egy vágott volt. Igen, tehát én nagyon kíváncsi lennék, hogy végül is mit csináltak benne, de az igazság, hogy azok a jelenetek, amiket láttunk, nem tudom, hogy mivel tudták volna még kibővíteni. Mert ezek benne voltak a trailerben, és igazából ezek úgy benne voltak valamilyen formában az eredetiben is. Tehát nem tudom, mi az a plusz, ami még meg tudott benne jelenni, meg tudott volna benne jelenni, de egy tök jó kis trash film volt végeredményben. Hát csak komolyan vette magát azért, eléggé a film. Tehát így ez nem volt azért olyan nagyon röhelyes, mint mondjuk az eredeti. Igen, szóval... De szerintem jó volt egyébként. Tehát szerintem ennek kifejezetten jól állt, hogy nem ment át ilyen fekete vígjátékkal, meg... Hát idétlenkedésben. Igen, igen.
Nem lett új horrorra akadva? Nem, viszont így az emblematikus figurák is kimaradtak belőle, ami egyiket érdekes, hogy az eredeti az röhelyesebb, viszont megszült egy est, aki utána azt mondta, hogy fú, hát ő mégiscsak az S a Bruce Campbell. De inkább a második részre mondod azt, hogy ő az S. Az első azért nem maradt meg annyira, szerintem. Ez is igaz. Mert szerintem mondjuk az első, az eredetiből az majdnem nézhetetlen. A második az ezerszer jó. Hát én végignéztem azért egy párszor, jót rögtem azon is. De én bevallom, őszintén nekem se tetszett annyira az eredeti Evil Dead, tehát el is adtam a DVD-t utána, mert úgy voltam vele, hogy... Több mint 7 pont IMDb-n, és azok jók szoktak lenni. Hát ez inkább ez a kult státusz miatt, szerintem nem a valódi minőséget tükrözi. A második részre azt mondom, tényleg király. Tehát én azt elismerem, hogy nyilván azért kap ilyen nagy pontozást, mert sok tekintetben eredeti volt, és így a főleg Sam Raimi miatt ezek a egyedi operatőri megoldások, emiatt így sokkal jobbnak tartják szerintem, mint amit megérdemel, de így összességében nekem elég nagy csalódás volt, és gyakorlatilag ennél a remake-nél nagyon jó körvonalazódik az, hogy szerintem mikor van értelme egy remake-nek, hogy fogja az eredeti alapötletét, és úgy összességében átveszi az eredetit, viszont kijavítja annak a hibáit. És ez szerintem itt jól megvalósult. Ha nem is tökéletesen, mert azért itt is voltak, hát hogy mondjam, kisebb kritikáim, de összességében egyértelműen jobban tetszett ez, mint az eredeti. És egy hát első filmes rendezőhöz képest ez nagyon profi munka, amúgy szerintem. Igen. Az mindenféleképpen, tehát az operatőri, meg a maszk munka az nagyon jó volt, de én abban vitatkoznék, hogy ez továbbra sem egy érdemi remake, mert nem az eredeti próbálja újra dolgozni, ez egy teljesen más felfogásban készült Evil Dead, tehát meg sem próbál olyan tónus megütni, mint az első része. Hát másképpen közelíti meg. Hát, de mennyire más, hogy tehát... Szerintem pont ez az értelme egy remake-nek. Igen. Hát, de ez már igazából inkább egy nullázása az egész történetnek, tehát full meg van változtatva az egész. Tehát ez az ördögűzéses vagy boszorkányos szál, amit bele akarnak hozni, ennek semmi köze nem volt az első részhez. Tehát, ezt nem lehetett olyan idióta módon lezárni, mint az elsőt szerintem. Persze, én értem, csak nem akarok itt most a kult buzinak a szerepében tündökölni, viszont szerintem ez annyira más volt ez a film, olyan szinten egy teljesen más tónus volt, egy komolyabb, egy komorabb, de annyira eltávolodott az alap Evil Dead-től, hogy igazából pont azon gondolkodtam, hogy mennyi kellett volna ahhoz, hogy tegyenek két lépést még tovább, és azt mondják, hogy ez nem is Evil Dead film, hanem valami teljesen más. Hát azért elég sok mindent átvett az eredetiből. Volt azért egy pár kis kikacsintás neki. Hát nem is, nem is. Nem mondjuk a stáblista utáni jelenet. Igen, de mondjuk jó, volt ott a láncfű rész is, tehát amivel ott halonáztak, és kíváncsi voltam, hogy hogyan fogják felhasználni végül. Tehát, hát meg a végén azért a leányzóval is történt valami, amit most így igen. Szerintem. Spoiler, csöndben. Nem, direkt nem mondok konkrétumokat, szóval, hogy azért voltak jó nagy kikacsintások az eredetihez képest. Ami nagyon tetszett a remake-ben, hogy szerintem marha jó ötlet volt, hogy ez a drogelvonós történetet belevitték, mert ez így automatikusan azt eredményezte, hogy így nem fognak hinni a lánynak, hogy miket lát, mert azt hiszik, hogy a szer miatt mondja. És ez szerintem egy kifejezetten ravasz ötlet volt, hogy ne legyen ilyen túl nagy hülyeség, hogy miért nem hisznek soha neki. Illetve ami még marhára tetszett, az a... Volt egy ilyen hangeffekt, egyfajta légriadós, nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy akárhányszor így megjelent a gonosz, úgymond, akkor ilyen sziréna félességet lehetett hallani, és az annyira jó beleillett. Nem? Nekem nem tereng. Nem? Nekem se. Jó, hát én tegnap láttam ez a különbség akkor. és ami hát persze muszáj megemlíteni, hogy ha minden igaz, nagyon-nagyon-nagyon kevés CGI-t használtak, tehát a legtöbb az tényleg ilyen maszkmesteri munka volt, tehát néha lehetett látni, hogy valószínűleg itt trükköztek CGI-jal, mert nem lehetett másképp megoldani, de akárhányszor ilyen kaszabolás volt, vagy ilyesmi, akkor az szerintem nem volt az. Hát egyébként tényleg parádés volt a maszkmesteri munka, és hát néhány beállítás olyan volt, hogy tényleg felsziszentem. Tehát amikor ott mászik a csaj a falban, és átszúrnak a késő, és tudod, hogy megáll a macséta a térdében. Jó. Hát akkor azért úgy én is forgattam a személyemet, hogy te jó szagú úristen. Meg ami a trailerben már lelőttek például az a csókolózós jelenet. Jó. Hát, igen. Az! Jézusom!
Nem, mondjuk az annyira nekem nem ütött. Fú, de hát azért, mert már láttad előtte. Lelőtted a trélerbe, de hát az félelmetes volt. A trélert. Tessék? Na, addig elfelejtettem a trélert. Nem tudom, nekem ezek a túljátszó dolgok annyira nem szoktak működni, mint ez, ha valaki neki beleáll a pengő a húsába, és ott hagyják benne, és az az meg nem. Volt egy olyan rész, amikor a gonosz csaj ott a sarokban volt, és így, mintha sinen húzták volna egyszerűen, csak így egyre közelebb jött, anélkül, hogy mozgott volna. Na, az volt iszonyat para még nálam. Uh-huh. Meg még a fürdőszobás. Mikor ott a csaj ott igen, ott igen. Uff. Fú. Jó, jó, jó film, tehát a maga módján szerintem jó film, csak nagyságrendileg sem Evil Dead. Ez a furcsa, hogy a trailer alapján már tudni lehetett, hogy valami ilyesmi irányba fog elmozdulni, csak ilyen kézterméket látva, hogy pont azon gondolkodtam, hogy hát nem tudom, tehát én maradnék az eredetinél. Tehát ez úgy nekem az olyan kis kedves volt, olyan ártalmatlan, olyan a maga módján szerintem ártalmatlan. Mi? Pártalmatlan? Ártalma. Azt mondtad, hogy ártalmatlan egy olyan filmről, amin ilyen dolgok történnek? Igen. Tehát csak tudod, úgy be volt izélengedve, meg zászló, hogy zászlózva, hogy ez lesz minden idők legkegyetlen filmjének, mit tudom én aztán. Nem ez volt ártalmatlan. Az volt ártalmatlan, az eredeti. Tehát az volt egyszerűen egy viszonylag ártalmatlan filmesnek, és nem tudom ebből hogyan fognak kihozni mondjuk egy olyan emblematikus szereplőt, mint amilyen mondjuk a végén es volt. Jó, tudom, nagyon-nagyon kapaszkodom a dolgokba, csak az a baj, hogy ilyen filmekből, mint amit az Evil Deadből csináltak, ilyenből, bocsánat a szakkifejezésre, ilyenből kurva sokat láttunk már. Tehát én például a Gorefest-ben ilyeneket naponta teszek be. És nem tudom, tehát ahhoz képest ez annyival nem nyújtott többet, mint amennyit a cím indokolt volna. Még igazából hát karakterekkel... A mostani horror brandekhez képest egy teljesen korrekt film volt. Nem tudom, karakterekkel nekem semmi bajom nem volt. Attól eltekintve, hogy néha nagyon furán viselkedtek. Tehát rögtön kezdjük azzal, hogy rohadtul nem olvasnék fel egy macska tetemekkel teli pincehelyiségben egy bőrrel, egy bőrtokkal készült könyvet, amiben minden oldalra rám ír, hogy ne olvasd el, és ő meg... De nem csak hogy egy ilyen könyvet, én életemben olvastam hangosan magamnak. Hát igen, az a tehát másik. Nem tudom, ez alatt... Ilyen, meg érdekes egyébként, hogy ilyen rituálékat ilyen milyen szépen illusztrálnak mindenhol. Tehát ilyen gyakorlatilag egy képregény szinten vannak mostanában ezek a bőrkötéses könyvek. Így el tudok képzelni ezt az embert, hogy nagyon-nagyon akkurátusan lerajzolják, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen rituálénak, hogy egy felgyújtás, nem tudom mi. Majdnem képregényt forgatott abban a bőrkötéses könyvben a srác. De hát az nem is baj. Hát figyelj, hogy bírnak megcsinálni részletes útmutatás nélkül. Jó. Ez nem gáz. És ez egy több egy oldalas kép kell. Na mindegy, ez csak szőszálhasogatás, csak nem tudom, mindegy, nem ezen... A néző is látassa, hogy tényleg miről van szó. Az amerikai néző, igen. Hogy értsék, hogy miről van szó. Ott így felszíszent a mozi, amikor így elkezdte hangosan olvasni, nem egyszer, hanem kb. Mind az öt szót, ilyen nagy munkával, hogy kiderítsa, hogy mit kell felolvasni, ott a mozi egy kicsit szenvedett, hogy miért csinálod ezt, ember, meg... Ja, de összességében szerintem a karakterek jók voltak. Meg ami még fura volt, hogy nem tudom, erre emlékeztek-e, hogy háromszor is úgy éreztem, hogy most vége van a filmnek, aztán mégse volt. Ja, hát például a defibrillátoros jelenet. Az olyan... Ez spoiler volt. Ugyan már senki nem tudja, miről van szó. Jó. Én sem pedig láttam. Jó, én szóltam emberek, elnézést, Gergő a hibás. Nem igaz. De. Nem. Meg mindegy, szóval... Igen? Ilyen film, aminek nagyon sok végét számoltam, például az a Da Vinci Code volt. Annak is nem én tudom. Én nagyon régen láttam. Az igazság, hogy én is. Meg a mesterséges értelem. Igen, ez egy jó példa. Tényleg? Nemrég láttam. A három vége. Ja. Azt évek között láttam, de emlékszem rá, hogy az is borzasztó hosszú volt. Aztán, amikor tényleg jött az igazi vége, akkor már lehetett érezni, hogy nem most már tényleg. Ennyi. Vége. Igen, ott a földön kívül is dolgot én úgy, ahogy van, kihagytam volna legszívesebben. De arról melyik nem vagyok meggyőződve, hogy csak földön kívüliek voltak, vagy pedig új generációs robotok. Jó, akár. Terminátor életérzés. Az életérzés? Ez jó. Loptam. Még valamit Evil Dead-del kapcsolatban? Az a legszomorúbb egyébként, hogy most beszélünk az Evil Deadről, meg minden, és hogyha ennek alapján valaki kedvet kapna elmenni a moziba megnézni, nem tud elmenni. 17-én jön majd kicsak. DVD-n. De DVD-n. DVD-n? DVD-n, hát a Pacific Rim-en már osztogatták a DVD-t.
Tehát, tehát ez a szörnyű, hogy kint bemutatták, egyébként egész jó kritikákat kapott, és itthon nem merték bemutatni. De tudod, hogy és miért ráadásul nem? Elég komoly bevételi is voltak, azt se kell elfelejteni. De Gergő, tudod, hogy miért nem? Mert Magyarországon senki nem néz horrort. Én pedig erre elmentem volna. De én nem tudom, hogy más emberek hogy gondolkodnak, de én erre befizettem volna. Egyébként ezt nem hiszem, mert a fűrészeknek mindegyik részét behozták a mozgatot. Nem, ez nem igaz. Nem, az elsőt nem. De még talán a másodikat sem biztos. Azt hiszem minimum két rész volt, ha jól emlékszem, ami nem került moziba, és Zoli, én az Eon Fluxon gyönyörűen mindig levezetik, ha megjelenik egy horror, milyen nevetséges néző számokkal rendelkezik. Például a Mutko volt az Osváth Andreásos horrorfilm, azt, ami 1000 fő alatt nézték az első héten országosan. Osváth Andreás, most értetted. Hát, az melyik volt? Az a utórengés. Azt én láttam. De milyen az a film? Nem valami jó. Hát trash. Fogalmazunk úgy, hogy trash, hogyha így tudod a helyén kezelni, akkor egészen tűrhető, de borzasztó amúgy. Szóval amúgy az ilyen filmeket nem is sajnálom, de meg csodálkoznak, hogy nem nézik, mert tényleg szar. De mondjuk egy jó filmet azért úgy nagyjából azért, hogyha más nem, legalább a szájhagyomány ráveszi az embereket, hogy menjenek el rá. Például ugyanez volt a helyzet a Teddel is. Nem vártak tőle sokat az emberek. Aztán mindenki mondta a másiknak, hogy ez milyen kurva jó, és minden idők legsikeresebb felnőtt kategóriás filmje lett. Oké, de az vígjáték. Horrort nem néz a magyar ember moziban. Hát nem tudom. Az, hogy nem is nagyon tudjuk meg, mert nagyon ritka eset van, amikor tényleg valami olyan horror behoznak, amit talán az emberek meg is nézni. Jó, de ez annak köszönhető, hogy nem is nagyon készül már olyan horror, hogy ne, nem tudom, negyedik rész Paranormal Activity és társai legyen. Hát például majd most lesz ez a bűn éjszakája, ez a Purge talán, hogy azt majd elvileg be fogják hozni, mi az októberben vagy szeptemberben. Az Intercom hozza ezt a The Conjuring-et, nem tudom, mi lesz a végleges címe, vagy végül is tényleg bemutatják-e. Azért van horror, tehát hoznak ide horror, csak de az a baj, szóval te meg pont erre reagáltál úgy az oldaladon, hogy már még egy ilyen szarfilmre miért van szükség. Igen, tudom. Tehát ezért mondom azt, hogy hozzák ezeket a horrorfilmeket, miért pont az Evil Dead-re húzzák be a kéziféket, és miért engedik be a Conjuring-et, amire úgyis tudja mindenki, hogy szar lesz. Tehát amúgy nagyon pozitív kritikákat kap. A Conjuring? Meglepődnél amúgy. A Conjuring? Bizony, menj fel Rotten Tomatoes-ra, 90-valány százalékon áll. Na, ez kíváncsi vetett. IMDb-re is fölmetsz, ott is nagyon sok pozitív írás van róla. Ugyanúgy James Wan film amúgy, tehát azért legalább annyit hoz, mint az Inside Ears, akkor az már bőven jó. Meg a fűrész első része. Jó, mindegy, majd nézzétek meg a mozi számokat, majd akkor tudjátok, hogy miért nem forgalmazzák a mozikban. Úgyhogy én meg tudom érteni, hogy miért DVD-n jelenik meg, például a Mama is azon jelent meg. Ja, azt láttam, azt milyen szar, mindegy, jó, mindegy. Pedig egy baromi nagy siker volt az is. Két jó jelenet van benne, veszek meg, kettő konkrét jó jelenet van benne, és onnantól ez az egész film, hogy olyan mérhetetlen lejtmenetben van, a vége már olyan vállalhatatlan, hogy a bőrt lenyúztam magamról. Szörnyű az a film. Arról elég állítólag a rövid filmet is megnézni, azt hallottam. Mert az egy rövid filmen alapszik. Na most, hogy megöltem a podcastet, Anna-Mari, akkor beszélte a Jane Eyre, nem? Jane Eyre, mint a levegő. Oh. Én se tudtam, hogyan kell kimondani, aztán amikor felolvasta a címet az emberke ott a film elején, akkor megnyugodtam, hogy na, ezt meg tudom jegyezni. Szóval a Jane Eyre az alapvetően egy periódikus dráma, angol, tehát nagyon sok csúnya nő van benne. Már nem érdekel. Nos, ugye könyv alapján készült, novella adaptáció, majd nem novella, regény adaptáció, és egy lányról szól, kiskorából indul a történet, amikor kiderül, hogy hát őt nagyon bántják és verik. A nénikéjének a kisfia az, aki rendszeresen veri a lányt, aztán elkerül egy intézetbe, mert hogy ő hazudós ezzel a címszóval, és végül meghal pont mellette a legjobb barátnője, és akkor dönti el, hogy na ő már pedig innen ki fog kerülni, és saját életet kezd. Így rökke, nem is tudom, 20 évet ölel fel így, de ugrik egy nagyot a kis Jane-től a felnőtt Jane-ig, amikor 19 éves lesz, és elkerül egy ház, fölött egy hirdetést az újságban, és elkerül egy házhoz, ahol nevelőnői állást kap. Egy francia kislány kezd el tanítani egy Isten háta mögötti elhagyatott
kis kastélyban, ahol nagyon sok, hát legenda van, pláne egy nőről, aki éjszakánként járkál a vár falai között, és nevet. Most ebből van ugye a mítosz, a film végére ki is derül, hogy mi ez az egész, de azt nem mondom el, mert akkor lelövöm az a történet lényegi részét. Hát nem meglepő, a film arról szól, hogy Jane hogyan találkozik a ház urával, és hogyan lesznek ők szerelmesek. Ezt hát végignéztem két verzióban, egyszer a 2006-os sorozatot, és a tavaly előtt kijött filmet, ahol főszereplő nő az volt, aki az Alice-t aki Alice-t játszotta a Tim Burton-ös földolgozásban, és a főszereplő férfit meg Michael Fassbender játszotta. Uh-huh. Úgyhogy volt valami, amit meg lehetett nézni. Alapvetően jobb volt a dramaturgia, mert nem úgy indult az egész film, hogy bedobtak minket a sűrűjébe, hogy szegény kislányt hogy megverik, hanem fölépítették szépen lassacskán. Érdemes egyszer megnézni, de tényleg csak egyszer, mert rosszul van, a 2011-es filmben rosszul van megoldva az egész, hogy is mondjam, kapcsolatépítés a két főszereplő között. Csomó lényegi részt ki van belőle hagyva, így is 2 óra hosszú a játékidő, de hát szerintem gyötrelmesen rossz mind a kettő, úgyhogy nem érdemes megnézni. De és inkább dráma, vagy romantikus film, vagy? Dráma. Dráma, mert a vége az elég nagy csattanó, viszont hát ilyen felemás, félig happy end, félig nem. Ha érdekel, akkor majd elmondom, de nem akarom elspoilerezni, úgyhogy egyelőre cipzár a számon, és ha valakit érdekel, akkor az kattintson rá, vegye meg a DVD-t. Most hát... Én hozzájutottam 400 forintért, azért mertem megnézni. Ugye nagyon szeretem a periódikus drámákat, Zolival ellentétben, akit a büszkeséges balítélet hallottán a hideg kiráz. Nem. Dehogy nem. Igen. Többek között. Tehát te melyik verziót láttad, a sorozatot, még régen, Colin Firth-tel, vagy pedig a Keira Knightley-sat? Figyelj, a helyzet, hogy én megpróbáltam nagyon sok mindent. Én a büszkeség és balítélet, meg a zombikat is elkezdtem olvasni. És én azt sem írtam a felénél tovább. Tehát ez a téma engem olyan szinten taszít, hogy ezt egyszerűen nem tudják úgy hígítani, hogy nekem fogyasztható legyen. Ezt ennél ismerem az én csökevényem, és én vagyok a szemét. Tehát nem megy látom. Nem vagy, ha nem tetszik az ilyesmi. De én aláírom, tehát ez nem probléma emiatt, nekem nem lesznek rossz álmaim. Egyszerűen nem megy le valamiért a torkomon. Egy apró fal élhetek. Amikor mondtad a játékidőt. Igen? Erről volt egy olyan aranyos történetem. Volt egy mindegy bemutató, és ott elhangzott, hogy játékidő. Hogy a film játékidejének felében mi történik. És jött rá egy komment, hogy hogy lehetsz ilyen végtelenül hülye? Milyen játékidő? Ez nem is videójáték, hanem film. Nem. Jó, hát az emberi butaságnak is vannak határai. De komolyan, és ilyenkor tudod, hogy elgondolkodok, hogy kinek csinál az ember műsort, bemutatót, vagy mindegy. Akkor emiatt írtad ma Twitteren, hogy jó pár embert bannolsz mostantól, nem? Hasonló dolgok miatt, igen. Na mindegy, bocsánat, csak ezt hozzá akartam tenni, hogy hozzájáruljak a közös élményekhez ilyen formában. A cég ajándéka. Köszönjük szépen. Nincs mit. De ha a 2006-os nem tetszett, miért nézted meg a 2011-est? Mert kíváncsi voltam arra, hogy valamennyire pozitívabb lesz a változás, hogyha rövidebb a játékidő, és hogyha jobban ki van dolgozva, meg hogyha más a dramaturgia. És a dramaturgia tényleg jobb volt. Ezt csak én hallom. Nem, ez Londonban vagyunk. A telefon, amit nem merek kinyomni. Ja, jó. Ja. Pontos időt mondunk. Igen, most a nyolcsó. Ez rohadt bizarr egyébként, ez egy horrorfilmbe is beillett. Kár, hogy nem az Evil Dead-nél ment. Azért hogy beszartam volna? Van egy rohadt nagy zenélő óra itt a háztól, nem is tudom, egy 100 méter, és ezt hallom minden órában, és rohadt kísérteties amúgy. Most már egy fél éve már itt lakok, de még nem bírtam megszokni. Akkor nem mondasz többet Jane erről, akkor... Ennyi bőven elég róla szerintem. Rendben. Nem nagy durranás. Érdekes, fordulatos. A sorozatot olyan szinte jobban lehet ajánlani, hogy jobban ki van dolgozva a karakterek közt az összhang. Viszont a dramaturgia az borzasztó rossz. Rosszul van fölépítve a film. Hát ez remekül hangzik.
Akkor szerintem menjünk tovább a következő csajos filmhez. Gergő, te is láttál valamit, ha minden igaz. Csajos film, köszönöm, hogy így konferáltad fel. Mondd, hogy nem az. Az, de ez szerintem bárkinek szórakoztató, aki nem egy teáskana érzelmi szintjén van szerintem. Jó, ezt aláírom, én is megnéztem miattad, de csajos film, azért egyezünk meg ebben. Nem, amúgy ez szerintem bárkinek fogyasztható. Szóval van egy ilyen amerikai független filmes, Richard Linklater, amúgy eléggé nagy neve is van így a független filmesek között Amerikában, aha, és 1995-ben végül is előállt egy filmötlettel, baromi egyszerű az egész, arról szól, hogy egy fiú és egy lány utaznak éppen Budapestre, ez amúgy egy nagyon jó pofa kis kitekintés, hogy pont Magyarországra utaznak Bécsbe, és egymás mellé ülnek végül is, elkezdenek beszélgetni, szimpatikusnak tartják egymást, és a srác Bécsben le akar szállni, mert onnan repül tovább Amerikába, haza New Yorkba talán, és a lány pedig ő menne tovább Franciaországba, és végül is a srác meggyőzi a lányt róla, hogy szálljon le vele, és beszélgessenek reggelig, mert hogy miért ne, hát ha jól érzik magukat, és akkor végül is a lány rábólint, leszállnak, és erről szól a film, hogy egészen így mi az délutántól másnap reggelig beszélgetnek. És tényleg semmi más nem történik az egész filmben. És ugye ezt az egész filmet a karakterek adják el, és igazából azokkal semmi probléma nincs az égvilágon. Ugye a színészi kifogást tanul alakítják, ugye Ethan Hawke-ot ismerjük mindannyian, remekül eljátszott a szerepet, meg a karaktere is jó volt. És ez nem is mindegy, hogy az ember milyen korban nézi meg, tehát ugye ez a film hozzám eléggé közel került, mert így pont ilyen 20-as évei környékén járó fiatalokról szól, akik még tanulnak, még így keresik az egzisztenciájukat igazából, és nagyon érdekes gondolatokról operál a film, mert igazából minden előkerült, tehát itt a vallás, politikai nézetek, élethez való hozzáállás, család, és nagyon jól megismertük ezek a karakterek, és rettentő sokrétűen lehet hozzájuk kapcsolódni, tehát szerintem minden egyes ember talál ezekben a karakterekben valamit, amihez tud kapcsolódni. És ez amúgy szerintem egy bámulatosan szép munka. És én így ennyit mondanék egyelőre. Freddy? Igazából tényleg össze lehet foglalni, hogy a film alig szól valamiről, tehát tényleg semmi más nem történik, mint hogy beszélgetnek, és ilyen-olyan dolgokról, amiről így tényleg így a halandó ember beszélhet. Tehát emiatt szerintem nagyon életszerű volt az egész, és emiatt így fenntartotta az érdeklődésemet, és így szimpatikus is volt az egész. És valahol így amiatt is különösen érdekes volt ez a két karakter, mert így magából kiindulva kicsit így irigykedtem rájuk, hogy mennyire spontánul tudnak dönteni, ennyire nem tudnék, de valahol biztos jó lett volna az életem során, ha ugyanolyan spontán vagyok, mint ők. És emiatt itt tényleg így érdekes volt a film. Ugyanakkor így nevettem, hogy ugyebár Bécsben töltik el az egész éjszakát és a hajnalt, meg ilyesmi. Ha valaki is volt Bécsben, akkor tudhatja, hogy Bécsnél kihaltabb hely éjfél után nem létezik, mert minden bezár. Tehát én nekem már kellett egyszer Bécsben éjszakázni, amikor kiutaztam egy koncertre, és aztán ott kellett való bolyongani, mert semmi nem volt nyitva, és ez a filmben nem nagyon jött át, mert valahogy mindig be tudtak toppanni valami bárba, vagy ilyen helyre, úgyhogy ez kicsit komikus volt. De az már Sopronban lehetett. Hát Sopronban legalább otthona volt, tehát így ott is már éjszakáztam egyszer. Ott azért egyszerűbb volt, mint Bécsben. Úgyhogy tényleg így szeretetők voltak a karakterek, és főként a vége az így nagyon kedves volt. Mert ugyebár ezt szerintem el lehet sütni, Gergő, mert most úgy is beszélünk a folytatásáról. Igen. Tehát így a csajja szállna fel a vonatra, hogy tovább utazzon, és a srác meg ugyebár menne a repülőjéhez, és utána így teljesen elmulasztották, hogy megbeszéljék, hogy tartsák a kapcsolatot, telefonszám, stb., és utána ilyen nagyon spontán ötlettő vezérrel mondják, hogy jó, akkor találkozunk itt fél év múlva, itt a pályaudvaron, ekkor, igen, ekkor, ezen a napon, stb., és utána nem tudjuk meg, hogy tényleg megjelentek-e fél év múlva, hogy újra találkozzanak, és erre választ kapunk a második részben, aminek az a címe, hogy mielőtt lemegy a nap.
tehát az elsőnél mielőtt fel kell a nap, második az, amielőtt lemegy a nap, és itt aztán újra találkoznak, most már Párizsban, mert az Ethan Hawke az leírta ezt a szürreális történetet, hogy mit élt át Bécsben ezzel a nővel, kiadta regényként, és utána egy ilyen túrán volt, hogy így bemutassa a könyvet. Turné. Hogy? Turné. Nem azt mondtam? Nem, turnát. Turnát? Hát én ilyen elit módon beszélek. De egyébként nem az első, szerintem hány sört itt te? Most itt csak egy van, egy soproni, de ez is ilyen meggyes, tehát nem hiszem, hogy ez túl nagy alkoholtartalommal. Limonádé. Hát nézzétek el nekem néha. Egészségedre, Freddy. Köszönöm. Majd szopogatok valami cukorkert aztán. Oké. Ez magas labda volt. Szóval a második résznél újra találkoznak, és utána hát igazából ott folytatódik az egész, ahol múltkor abba maradt. Pont, hogy nem. Pár évvel később, 9 évvel. Hát miért mondod, hogy pont, hogy nem? Hát 9 hát évvel. 9 év az azért nem ott van, ahol abba maradt. Ja, jó, ez jogos. Kiderül a film közben, kiderül, hogy nekik közben változott a státuszuk. Ki már kezdett el fele terjeszkedni. De te is láttad a filmet? Én megnéztem a második részt, az elsőt nem. Ja, jó. Nem kérdeztétek, de most mondom. Úgyhogy... Akkor mondjad, de amúgy... Miért csak a másodikat? Azért, mert véletlenül összekevertem a kettőt, előbb néztem meg a másodikat, és hát végül is tartalmazta az első részt szinte teljesen. Úgyhogy azt gondoltam, hát hogy... mondjuk igaz. Én olyan így voltam a Terminátor 2-vel. Azzal én is amúgy. Akkor láttál egy Terminátort, láttál az összeset? Nem, Terminátor sok rétű történet. Igen, annak van egy asztrális mondani valója. Főleg a háromnak. Nem, a Terminátor két részes. Meg van két torz, fattya. Még mellett. Én nem tudok erről. Na, térjünk vissza, mielőtt nem megy a naphoz. Itt szóval 2004-ben ugye visszatértek, és amúgy azért érdekes, mert hogy pont annyi idő telik el ugye a két film között, mint magában a történetben is. Igen. Ugye a rendező meg forgatókönyvíró maradt, csak most a két főszereplő is becsatlakozott a forgatókönyvbe, hogy ők is így ugye tisztában voltak már a karakterekkel, és ők is így egy kicsit így személyre szabhatták jobban a karaktereket talán. És amúgy látszott is, mert ugyanúgy nagyon éltek a karakterek szerintem továbbra is, nem csak így a színészek, hanem ahogy meg voltak írva, fel voltak vezetve. Ami a második részben még szerintem kiemelkedő ötlet volt, tehát ilyen újítás, hogy valós időben volt, tehát az első az így vágva volt, de itt a másodikban is vágtak, csak tényleg így valós időben, tehát nem volt olyan, hogy így egyszer bementek a bálba, és utána kijöttek, hanem így végig látjuk, hogy mi történik, mert csak kevés idejük van, hogy találkozzanak. És nekem a második film szerintem egy minimálisan jobban tetszett, mert... Talán a vége miatt. A vége, igen, a vége az nagyon jó volt. Uh-huh. Meg szerintem neked aktuálisabb is volt. Hát igen, egy kicsit föltöz ragadtabb volt a téma szerintem, így most amilyen korban vagyok. És nem tudom, párbeszédek is valahogy jobban tetszettek. Ami kicsit... Nagyon jól meg volt írva. Igen. Életszerű volt az egész. Bizony. És ez volt a lényege az egész filmnek. Ami kicsit zavart a második részben, hogy a nő az kicsit labilis volt helyenként, tehát ilyen... Hát de tudtuk is, hogy miért. Jó, de érted, amilyen hisztitot lecsapott a kocsiban, én ott hülyét kaptam volna, egy többet. Szerintem teljesen érthető volt amúgy, hihető volt, emberi volt. Hát én nem tudom. Hát... Érthető volt, csak kicsit erős. Ezt én mondom női szemmel. Na milyen jó, hogy itt vagy, akkor mesélj erről. Hát én is tudok ilyen lenni, hogy dükitörések persze mindenkinek van, pláne azokon a bizonyos pirosbetűs ünnepnapokon, de hát az akkor se okot arra, hogy hirtelen letámadja a gyereket, mint ahogy azt láttuk a filmben. Hát itt tényleg ez történt, beültek, és mintha teljesen megváltozott volna az egész, csak így varázsütésre elkezdett arról beszélni, hogy neki milyen borzasztó. Aztán a gyerek legyüntette azzal, hogy nem, neki még rosszabb, úgyhogy maradjon csöndben. És ez volt a helyes reakció. Én nem tudtam értelmezni, hogy miért hisztériázott ennyire ilyen rövid idő alatt, és utána megint teljesen lenyugodott, és utána, mintha mi sem történt volna, az kicsit. Biztos, mert nyomta a lelkét.
és mindenáron ki akarta magából adni, és ezt már biztos egy ideje tervezte, hogy ő ezt elmondja, mert hát ez mikor is volt, hogy a filmnek a háromnegyedénél. Hát a legvégén, amikor már kocsival vitték haza a nőt, tehát nyilván akkor már érezte is, hogy fogy az idő, ott egy kicsit pánikba is esett, mert ugye az azért mégiscsak oda volt a srácért, és muszáj volt kiadnia, és ezért egy kicsit tényleg ilyen hisztérika módon került elő. Meg az elején, amikor elkezdte mondani, hogy ő környezetvédő, az is csak úgy a semmiből. Igen, jön, igen. Hogy kicsit, de hogy kicsit olyan hippie felfogása hogy érted, volt. Hogy semmiből jött. Tessék? Hogy érted, hogy semmiből jött. Az, hogy amikor elkezdte mondani, hogy ő környezetvédő, és a srác elejtette azt a mondatot, hogy hát javul a helyzet, és csak úgy hirtelen kitört belőle az egész, hogy mint hogyha ez ilyen megbocsáthatatlan bűn lenne, hogy ő azt mondta, hogy javul a helyzet. Igen. Lehet ezzel is már építették egy kicsit ezt a labilitását. Igen, ez valószínű, de akkor is erős volt szerintem. Hogyha igazán komoly női karaktert akartak volna összehozni, ami részben sikerült nekik, de ez a labilitással ugye kicsit elveszed, akkor meghagyták volna azt a női dolgot, amit egy csomó filmben kihagynak, hogy erősebbek vagyunk érzelmi oldalon, mint a férfiak. Valószínűleg azért nem fordítottak egyébként rá nagy hangsúlyt, ha így belepofáztatok elnézést. Nyugodtan. Mert vannak statisztikai felmérések arról, hogy miért nem tesznek be például nőket főszereplőnek filmekbe. Van rá kísérlet, de hogy miért túlnyomó részt pasik, miért fehér pasik, miért mindig pasik, tehát ilyesmi. Valószínűleg azért van, mert hogy túlnyomó részt elsősorban a férfiak azok, akik bejártnak moziba, és emiatt van egy ilyen torz kép Hollywoodban, hogy a női karaktereket nem is hajlandóak kidolgozni, még akkor sem, hogyha nem főszereplőről van szó, tehát még a mellékszereplőket sem. Egyébként más filmekben is van ilyen, hogy a női karakterek annyira irrelevánsan viselkednek, meg irreálisan, hogy már engem bánt, pedig elég kevés közön van a női nemhez. És ezt megint át fogod írni, Freddy, nem járulok hozzá. Már jegyzettelek. Aha. De szerintem egyébként itt lehet a kutya elásva, hogy egész egyszerűen annak a közösségnek akarnak kedvezni, akik elsősorban bemennek a moziba. Az USA-ban valamiért a férfiak járnak leginkább moziba. Az a legbántóbb, amikor fognak egy nőt, beteszik így, milyen jó, van két lába, viszonylag vastag combja, bú, dereka is, és akkor kap egy olyan személyiséget, amit a szomszéd srác, hát konkrétan akármelyik másik pasi erősebb karakter, vagy pont férfi karakternek állítják be, hogy ő igenis, mint ő macsó lenne a nő. Igen, Michelle Rodriguez. Igen. Hát de annak még úgy, ahogy valahogy elhisszük, nem? Igen, tehát annak azért van egy olyan kicsit olyan férfiassabb megjelenés, vagy nem tudom, olyan... Neki nagyon fekszik, mert ő karakterszínész. Múltkor láttam Michelle Rodriguez-t a Uwe Boll-féle Blood Rain-ben, abban is benne volt. Úristen gyerekek, szóval én igazán Uwe Boll-t szoktam védeni valamilyen szinten, de az a film, hát az valami iszonyat volt. Ez mindent felfordít az emberbe, az olyan borzasztó. Az volt a legdurvább van a filmben, hogy így nem tudsz kiragadni egy jelenetet, hogy ezt nézzétek milyen szar, mint nem tudom én, valamelyik Octopus Giga, nem tudom én, Sárkány ellen, Asylum, akármi verzióban, de itt egyszerűen így látványosan semmi sem szar, csak így nézed, és így 40 perc után egyszerűen ki akarod kaparni a szemedet, hogy miért nézed ezt önszántadból. Abban van az, amikor a svéd nevű bamba a Terminátor megdugják. Krisztina Lokentot megdugják a tömlőtről. Igen, igen. Az mondjuk egy jó jelenet volt, azt tetszett. Az egészen rendesen lehet az egész filmben. Ugye? Jó. Jó, oké, egy hullámhoz. Hát ezért nem csinálok normális női karaktert, mert a férfiakat ennyi meggyőzi. Jó. Kész. Tudom, rossz ember vagyok. Ja. Nehogy vagy rossz ember. Tényleg, az az egyetlen normális és értékelhető jelenet, mert az el van találva, az jól meg lett szerkesztő. Az a durva, hogy az ilyen emberek... Szomorú, hogy ezt a szart mindannyian láttuk szerintem. Ja. És Ben Kingsley van benne. Nem értem. Ben Kingsley mindent elvállal. Hát ma már igen. Elrakom. Hát basszus, Gandhi volt korábban, most meg Uwe Boll filmben. Áh, mindegy. Mondom, elrakom. Meg... Ő volt a Gandhi. Ő volt a Gandhi. 82-ben, igen. Jó, hogy a szerep szerint. Jó, oké, mindegy, nem tudom. Hajsz, Doli. Na jó. És amit el kell mondani, mielőtt lemegy a nap után, hogy pont mostanság érkezik a moziba a harmadik rész, ami szintén 9 évvel később játszódik. Nem tudom, láttátok a trailert hozzá?
Nem, én nem nézek meg ilyen trélert. Akkor ne lőjem le a poént, hogy... Semmit. Elolvastam a Xenoflux-os írást róla, de azon kívül nem kívánok másképpen közösködni így az előzetes információkkal. De akkor megnézed moziban ezek szerint. Hát, az nem biztos, hogy ezért moziba szaladok. Hogyha addig lesz valami asszonypajtás, akkor talán, de egyedül nem fogok elmenni. Cikinek érzed? Hát, ja, enyhén. Most ezt így kimondtam, ez már baj amúgy, de szóval inkább itthon nézősnek tűnik, de mindenféleképpen amúgy látni akarom, mert ugye ez így az idejében az egyik legmagasabban értékelt film. Úgy semmi más nem kapott ilyen jó kritikákat, mint ez. Na mindegy, én megnéztem a trélert hozzá, most nem lőm le, hogy mi várható abban, de kicsit félek, szerintem nem lesz olyan jó, mint az első kettő. De hát de meglátjuk. Meg már ott már tényleg ez a középkorú emberek problémája, ami ez nekünk aztán tényleg fura nincsen közünk. Aztán majd 9 év múlva jön a demencia. Nagyon. Hát igen. Amúgy lehet, hogy nekem is várnom kellett volna 10 évet még ezzel, mielőtt lemegy a nappal. Hogy így majd akkor aktuálisabbnak érzem. Az első rész az tényleg így nagyjából így egy 5 éves diffivel talán az én korosztályomnak szólt. Vagy nekünk. Akkor most már így mondhatom, nem csak egyedül vagyok abban a korban. De hát én minden esetre nem bánom, hogy ajánlottad ezt a filmet, mert szerintem 15 éve nem tetszett volna, de most így egész tudtam értékelni, úgyhogy én szerintem bevállalom a harmadik részt akár egyedül is. Nem vagyok ilyen beszari, mint egyesek. Sajnálom. Akkor egy totál más zsánerba lépünk át egy ilyen film után. Hát ennél nagyobb kontraszt nem is következhet, ugyanis megnéztem a mostanra szerintem, hát kultfilmnek lehet nevezni a Hullajót, alias Braindead filmet. Hát, vagy van egy harmadik címe, a Dead Alive. Hát USA-ban igen, az volt a cím, hogy Dead Alive. Peter Jackson rendezte 92-ben, azt hiszem, igen. És hát gyerekek, tehát ilyen filmet én szerintem simán kijelentettem, hogy ez volt a legbizarabb film, amit életemben láttam. Hát, volt neki azért egy életérzés, azt meg kell hagyni, de azért lehet, hogy én láttam már bizarabbat. Például? Na, nem tudom. Emberi százlábú. Jó. Nem. Főleg a kettő. Az más kategória, egyébként. Nem ilyen trash, hát nem. Nem, mondjuk a Dög az jobb volt, de nem ennyire durva. A Dög az nagyon jó. Dög az jó film, de nem ennyire beteg. Hát beteg az is, csak jó. Jó, nem ennyire szélsőségesen. Szóval jó, persze ez rohadt bizarr, azt meg kell hagyni, de... Ez a film ritka mód gusztustalan és undorító. Én nem bírtam végignézni. Elkezdtem szánt szándékkal, hogy én ezt pedig végignézem. Elkezdtem este a párom, mert azt mondta, hogy jó, ezt szerintem ő nem akarja megnézni, majd amikor én egyedül leszek, akkor majd folytathatom. Megtörtént, de nem. Egyszerűen rá akartam magamra erőszakolni, hogy de igenis meg fogom nézni, és nem ment. Volt egyébként, be vagyok most kapcsolva? Be, igen, nagyon jó. Volt egyébként egy olyan korábbi kérdés valamelyik filmbarátokban, ha jól emlékszem, hogy melyik volt az a film, amit régen szerettünk, és nemrég újra néztük, és rájöttünk, hogy nem. Emlékszed erre, Freddy? Azt hiszem, igen. Volt valami ilyen, és a Hullajó. Ez a Hullajó volt az, amit először megnéztem, és én szénnél röhögtem magam rajta. Szerintem van egy olyan kor, amikor az embernek ez így bejön. Mert először látja, és ez a hú, basszus, ezt is megcsinálták. Hát tényleg, de gusztustalan meg akármi. És így Adrinak akartam megmutatni, de nézd már meg, mert olyan jó emlékeim kötődnek ehhez a filmhez. Gyere, pattintsunk egy sört, és nézzek, milyen szar volt. Mert tök jó, és hogy mennyire látható, és nagyon gusztustalan, és nézzük, meddig bírjuk gyomorral. Nem viccelek. 3 perc után lezártuk, de nem azért megusztustalan a film, hanem mert már 3 perc után egyszerűen szerintem vállalhatatlan. Na, azért... Jó, kicsit gagyinak tűnik, de nem mondd már, hogy tudsz ezért harakutni rá. 3-2-es után lesz nagyon rossz. Igen, tudom, én emlékszem rá, tehát komplet jelenetekre emlékszem, tehát ezzel nincsen gond, de az a baj, szerintem ez az a film, ami most vagy tök szüzenel neki az ember, és akkor talán működik, de így most nekiállni mondjuk 30 éves fejjel, és leülni megnézni a Hullajót, így hát szerintem nem igazán. Nem működik, szerintem nem igazán öregedett jól az a film. Főleg úgy, hogy tudja az ember, hogy a Peter Jackson utána milyen filmeket tett le az asztalra. Hát legalább 3-at. Na
én nem tudom. Tehát én, valóban, én nem mondom, hogy a Braindead az ez egy kiemelkedően jó film, de szóval már csak azért, mert tényleg szürreális, amit látsz, tehát fel nem fogod agyilag, hogy éppen mit kell nézned ott a képernyőn, tehát emiatt mindenképp egyszer megéri megnézni, de azért vastagon plusz 18-as kategória. Nagyon vastagon. Még ha tényleg így fekete vígjáték az egész, de hát elképesztő, gyerekek. Még el sem mondtuk, hogy miről szól, igazából egy zombi filmnek is lehet nevezni, hogy egy tazmán... Fertőzés. Igen, tehát valami tazmán, ördög, majom. Szumátrai vagy patkány. Patkányma. Igen, na. Az megharapja. És a háttérsztori, ami van a patkánymajomhoz, úristen. Igen. Arra már nem emlékszem, mi volt az? Hát, az, hogy befogják. Az volt, hogy a kalózoknak a hajójáról megszöknek a patkányok, és megerőszakolják a majmokat. És véráldozatot mutatnak be nekik, valószínűleg szüzektől. Ez tényleg volt a filmben? Ez így Ctrl-C, Ctrl-V benne volt a filmben. Ez igen, erre nem is emlékeztem, ez kurva jó, megnézem meg egyszer. De ez nagyon komoly, te ez tényleg... De csak így elmondják, tehát nem látod magát a jelentet, azt... gondolom, ez érdekel Zoli téged. Nem ez, de ekkora baromság van a film. Ez benne van. Ja. Mindenesetre, hát utána ez a majomszerűség, ez így megharapja egy hát ilyen lúzer csávónak az anyját az állatkertben. És utána... Jól azt hittem, hogy a nagyanyja. Hát annak néz ki, de igazából az anyja, ha én jól emlékszem. Mamázza, de ott szerintem az édesanyja. Az anyja, elmondják, hogy az anyja, amikor történik vele az a dolog. Hát van egy korkülönbség azért, és utána az a nő, az fontosan kezd így leépülni a harapás hatására, tehát így leesik a füle, meg ilyen gennyes... Megeszi, meg aztán ilyen gennyes gyulladás így belefröcsög a vendégnek a pudingjába, meg... Az nagyon komoly jelenet, az kurva jól néz ki. Én azon úgy röhögtem. Igen, az vicces volt, de nagyon alpári az egész, és nagyon beteg. És főleg az utolsó fél óra a fűnyíróval, gyerekek, tehát... Én amúgy egy enyhe Evil Dead áthallás. Igen, abszolút. Van. Egy kalap alá veszik a filmeket, ezt a kettőt. Hát szerintem amúgy ez nagyon, tehát így tisztes volt amúgy a srác, ugyanez a kis visszahúzódó kis izé, aztán végére meg már így fűnyíróval rohont neki az embereknek most láncfűrész helyett. Igen. Oké, most már biztos vagyok benne, hogy nem nézem meg. De ezt el kell képzelned, basszus, hogy ott van egy... Már megtörtént. Vagy tudom fokozni, tehát ott van egy teremnyi zombi, ő meg... Azért ne spoilerezzünk, mert lehet van, aki nem látta. Jaj, Zoli, egy ilyen filmnél mit akar spoilerezni? Hát azért a keresztapánál megkaptuk, hogy spoilerezzünk. Jaj, Zoli, érted, Brain Deadről beszélünk, tehát... Hát de az jobb, mint a keresztapa. Nem igaz. Nem, bocsánat. Ez igaz, Zoli, ez marad. Nem, bocsánat, hülyeséget beszélek, elnézést. Mindenesetre ott a fűnyíróval ott elkezd kaszabolni a zombikat. Ahogy így tényleg látod, hogy így ledarálja a végtagokat, tehát egyre rövidebbek lesznek, és így mint a slaggal így locsolnák művérrel az egészet, annyira, és olyan hosszú volt ez a jelenet, tehát háromszor átszaladt között. Igen, tehát így nem akart befejeződni ez a rész, így tiszta Kill Bill. Kb. Á, valami olyasmi, igen. Amúgy olyan komikus volt szerintem. Igen, meg az a szerintem baba. Szerintem úgy a legjobb, az izé volt, mi az, játszóteres jelenet. Igen. Hát azon én zokogtam. Hát ott volt egy ilyen zombi baba, és utána az is így rugdosták ne, meg. Gyereket, ne, gyereket, de nem tud szimpatizálni azzal a babával. Pusztustalan kis teremtmény. Igen. Tényleg a Chucky-ból is lesz remake. Igen. Jaj, ne! Láttam már. De, bizony, ne. Ki van IMDb-n a főoldalon, ma láttam. Jó, de hát az mióta van már kint, az évek óta kint van. De ilyen CGI Chucky ráadásul. Jaj, ne! Tényleg nem is ilyen kis baba lesz, hanem már bizony animálni fogják. Aj, hagyjanak már békén. Egyébként a mai Mancini rendezte. Mindegy. Egyébként láttátok a Chucky filmeket? Régen. Én a kettőt. Meg a ivadékát talán. Nagyon jó, az elsőt érdemes megnézni, az máig rohadtul ijesztő. Tényleg ijesztő. Tehát van benne egy-két olyan jelenet, ami ilyen nagyon durván meg van csinálva. Ezért lepett meg, hogy ezt animálni akar. De mindegy, bocsánat, nem akarok erről beszélni, de hulla jó. Tehát hulla jó, az nem ijesztő igazából. Hát, nem ijesztő. Az a pap.
aki mi az isteni beavatkozás volt talán? A Kung Fu Pop? Igen. ez fenomenális volt szerintem. Szóval szerintem így halljátok, ha nem ismeritek a filmet, hogy nagyon beteg ez a film, tehát... Meg az, az orvos, aki... Írás és rendezés, gyerekek. Gyűrűk ura, Hobbit. De az meg van egy az orvos. Aki leengedi a karját, és a kabátja alól kisejlik a izé, a karszalag. Mm. Az megvan? Nem. Most nem rémlik. Hulla jó be, aki fölírja a nyugtatót. Ja, és mi van ott vele? Mindegy, amikor van egy jelenet, amikor ott a srácot mutatják, és akkor leengedi a karját az orvos, és van egy ilyen szakadás, azt hiszem, a kabát ujján, és az alól felsejlik egy ilyen vörös karszalag, ami ott van a karján. Most nem rémlik. Keverem egy másik filmmel. Meg fogom nézni meg. Ez az elején van, vagy hol? Félúton, amikor az... Elmegy a nyugtatóért. Igen, amikor elmegy a nyugtatóért, mert altatót keres, hogy nehogy minek nézegem, vitte valami rohadék orvosnak, nem árlok altatót, de nyugtatót azt igen, és akkor oldod neki egy kannányi nyugtatót. Ja, igen, ilyen kloroform. Igen. Igen, és van egy jelenet, ott azt mutatják, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen horogkeresztes karszalag van. Ja, igen. Ja. Ez egy nagyon durva a film. Ként a film mai napig be van tiltva Németországban. Vajon miért? És ők kiadtak ilyen vágott verziókat, tehát van, hogy fél órával rövidebb, mint a kész film. Hát van egy 84 perces, amit az USA-ban adtak le, én egy 97 perces láttam, amit Peter Jackson vágott újra. Igen, én is azt. DVD-re kikerült, meg volt egy eredeti, amit Új-Zélandon adtak le, azon, hogy 104 perces volt. Tehát tőlünk minket talán egy ilyen 5-6 perctől fosztottak meg. Jó. De hát bele sem merek gondolni. Ez is elég voltam, hogy amiket itt láttunk. Nagyon durva ez a film, tehát iszonyat beteg. De tényleg érdemes megnézni, mert nagyon bizarr az egész. Tehát ilyet tényleg még nem láttatok. Én legalábbis én állíthatom, hogy ez egy teljesen új filmélmény volt. Amúgy lehet, hogy azért volt olyan borzasztó, mert művégtagokkal dolgoztak. És ugye még 92-ben készült, akkor még nem volt ilyen hiper-szuper csúcsmodern minden. És lehet, hogy engem az borít ki rajta leginkább. Mert én mondjuk a gyurma filmekkel is úgy vagyok, hogy ránézek, és kirász tőle a hideg. De erre majd később. De mi volt a baj? Most CGI jobban tetszett volna? Vagy? Nem, hanem hogy nem olyan jó a minősége a műkezeknek és a művérnek, mint mondjuk amit most készítenek. De szerintem szándékosan volt ilyen gagyi. Igen. Lehet, hogy engem az borít, az tudat alatt engem ez zavart tőleg. Szerintem az a baj nagyon sok embernek egyébként, és azt nem rád értem, hogy igazából nem tudják beleélni magukat, hogy mit jelent az, amikor ilyen végtagokat levágnak. Mindenki azt mondja, hogy minél realisztikusabb legyen, minél durvább. Én nem tudom, tehát lehet nekem gyengék az idegeim, de amikor voltam mindegy edzőtáborban, és vittem magam el egy macsétát, és kalapáltam vele, mint az őrült, vágtunk mindent jobbra-balra, és volt egy alkalom, amikor egy kurvagyot lendítettem vele, és elrepült a vége. Ilyen nagyon gázanyagból volt, és lerepült a penge, és elszállt valahova a francba. És így teljesen leszápadtam, hogy a jószagú úristen, hogy ez most beleállhatott volna valakibe. És így konkrétan elképzeltem, hogy felnyársalja a fejét jobbról-balról, vagy átrepül mondjuk a nyakás, vagy a nyele a kezemben marad, gyakorlatilag úgy állt volna bele a nyakába, hogy át is repülhet rajta. És elképzeltem, itt egy nyelőcsövet, vagy átmegy rajta mondjuk egy penge, és mondjuk hallom, hogy szuszok benne az oxigén, vagy mit tudom én. És így, tehát így belegondolok abban, hogy ilyenkor úgy furcsa, hogy az ember azt reklamálja, tudod, hogy de hát ezek a végtag leszakadások nem is realisztikusak. Hát nem azt mondom, hogy Nem rád értettem, csak így máshonnan is szoktam ezt hallani, akiknél ez kevésbé releváns, hogy ezt számon kérjek. Hát figyelj, akitől ezeket hallod, azok már abban a korban nőttek föl, hogy ők ezeket látják, meg ezt várják el, olyan játékokkal játszunk. Tehát meg azért az tényleg szánt szándékkal lett ilyen trash film, meg ilyen szar, aztán mindenből próbálták minél olcsóbb hatást elérni. Még hogyha direkt nem is keresték az ilyeneket, hanem vagy hogy na, a lehetőségekhez képest a legszarabbat kihozni belőle. Szerintem ez is filmnek a része volt. Valószínű. Mindenesetre azért remélem, a Adövöl táborlakók szülei nem hallották ezt a macsétés sztorit, mert jövőre nem biztos, hogy beiratják a gyereket. Ez nem az Adövöl táborban volt. Nem ott volt. Tényre nem ott volt. Elhiszem. Én más láttam, mint ha láttam onnan egy macsétét ott. Nem, az a körömreszelőm volt. Jó, értem.
Tehát én ajánlom a Braindead-et. Tehát szerintem, ha egy minimum 18-as korhatárt elértetek, szerintem megér egy próbát, de tényleg nagyon beteg film. Én nem vagyok az a fajta, aki visszajog az ilyesmitől, mert tényleg simán meg tudnám nézni, de ezt nem bírtam. Úgyhogy nem azért mondom, mert annyira finom lélek vagyok, ami hát részint igen, de Assassin's Creed-del kezdtem a pályafutásomat, amiből azért rendesen folyt a vér, mert az első részben, aztán most ugye Dragon Age-eztem, és abban is kevés vér, de szeretelek rendesen. De a humora se jött be a filmnek? Nem szeretem az alpáriságot. Nagyon debil volt ez a film, az tényleg az biztos, de hát azért tudni kell helyén kezelni, tehát aki az ember már látott néhány ilyet, mit tudom, mint Evil Dead, tényleg ilyen trash filmek, vagy a Doug trilógia, akkor azért tudja, hogy mire számíthat. Nem egy ilyen kemény vonalas horrort kell várni, tényleg egyáltalán nem, de annak szerintem rohadt szórakoztató volt. Ja. Tök jókat nevettem rajta. Így van. De mondjuk ez amúgy tipikusan olyan, amikor így 5-6-an így havarokkal összeültök így sörözve, és akkor ezt így nézitek. Na arra rohadt, jó lehet. De rohadt jókat röhögtek rajta, az biztos. Megvan. Ne adj neki ötleteket, Megvan. Jó, bocsánat, nagyon ezt fel kell írnom valahol a pillanat. Már most félek. Félek, hogy a következő táborban ez majd program lesz. Mindig egyébként igen. A Gorfestet 18-at nem lehet olyan nézni. Zoli, nem adott komolyan, hogy le akarod vetíteni a következő táborban. Nem, eszemben sincs. Spoiler, nem. Csak a mártírokat. Igen, kevés olyan film volt, ami annyira kiborított, mint a mártírok. Igen. Olyan szinten agyvérzést kaptad, tudod, amikor... na minden, arról majd valamikor máskor, de az... Fú, de gyűlöltem azt a filmet. Végig szenvedtem egy kazal ilyen trash szemétséget, és gyakorlatilag végig néztem, embereket kínoznak és gyötörnek, meg olyan volt a film, mint a Guinea Pig. És... mindegy, ott, ami a Guinea Pig, az semmi más nem szól, mint hogy valaki, egy csaj fönt van egy asztalon, és a film körülbelül 3-4 óra hosszú, semmi több, viszont azt látod végig, hogy gyakorlatilag szeletenként hogyan szeletelik fel az embert. Tehát, hogy húst felvágják, kiszedik, mit tudom, a combcsontját, meg nem tudom mi, és ilyen iszonyatosan gore film. Tehát egy ilyen csontós szar az egész, és ugyanez volt a mártírok, és így vártam volna a végét, hogy mondják már el, miért kellett ezt a szenvedést végigülnöm. És, és az a baromság, amiben lezárják, én ölni tudtam volna attól a hülyeségtől. Hát szerintem nem volt olyan rossz a befejezése, de nem, tehát emiatt nem volt szükséges, nem lett volna szükséges azt a sok undorító dolgot végignézni, tehát ezt összevágják, ugyanúgy megértettem volna, hogy mire akartak kimenni. Hát az kicsit engem is rosszul érintett az a film, mert nem szeretek ilyet nézni. Hát meg azért a képi megoldásai már az embert annyira lezsibbasztják, mire eljutsz a végére, hogy már igazából már minden, mindegy, amit látszott. Én legalábbis azért láttam tényleg én is már rengeteg ilyen filmet, de azért az egy kicsit úgy helyben hagyott. Nem is picit. Van egy elmaradásunk, srácok, és Anna-Mari, elnézést. Ezt még szoknom kell. nem sorsoltunk népakaratánál. Hoppá. Jó. Majd a vége. Hát most van a vége, mert következik a csibefutam vagy beszámoló, és... Kiszámoló. Kiszámoló. Freddy, mi volt abban a megyes? Nem tudom, de furákat beszélek ma. Minden esetre múlt héten, vagy múlt adásban a csibefutamot sorsoltuk ki, amit Marci küldött be, és most élőben kisorsolom a következő adásnak a filmjét, 46-os, na nézzük, melyik film. Több tapintattal, kérem. Hűha, ajjajjaj. Ez nem hangzik jól. Mi az? Vampire Hunter, nem tudom mi ez. Abraham Lincoln Vampire Hunter. Nem, az... Biztos, ez a Day a Vampire Vadász? Igen, Day a Vampire Vadász szerintem. De hát ez egy anime. Igen. Jaj, nem már. Nem már. Úristen. De filmekről volt szó, úgyhogy szerintem simán újat húzhatsz. Hogyha ennyire erre ne vagytok. Nem láttam. Tényleg, nem már. De nem azt mondta, hogy animét nem lehet? De én nem tudtam, hogy az anime emiatt nem ment át a... vagy emiatt ment át a troll szűrőn. Vessünk rá. De 7,6-on áll.
Hát oké, attól még lehet szar. Vagy én nem szeretem az ilyet. Srácok, vagy jó. Ne legyünk beszarjak. Én utálom az animéket, de a népakarata az beszélt, úgyhogy... De várjál, több is van amúgy ebből, én úgy láttam. Nem, várjál, ez a 2000-es Vampire Hunter D. Bloodlust? Bloodlust. Ja, jó. Okay. Egyébként szerintem tényleg meg kéne húzni valami olyan szintet, ami alatt azt mondjuk, hogy azért tényleg ne. Mert itt rókodnak, tehát ez olyan lesz, hogy azt mondanak, hogy ugorjunk a kútba, mi meg szó nélkül beleugrunk. És be fognak küldeni olyan rövid filmeket, amik lehet vannak az IMDb 250 legalsó részén. De nem, figyelj, 7,6-on áll. Ez történetesen igen, de ezen a felindulásra jöhetnek mindenféle olyan filmek is. Adél és a múmiák rejtő. Az biztos a teljes sorozatot, hogy nézzük végig. Tehát valamit szerintem érdemes lenne behúzni, vagy nem? Vagy csak én vagyok ennyire kényes? Segítsen valaki, hogy mit csináljunk, úristen. Megnézzük, jó? Meg. Eldöntjük, hogy milyen. Én de... már láttam jó animét is. Lehet, én is, az lesz. Én is láttam, de ettől függetlenül az... Na mindegy. Te a vámpír vadász. Aha. És mi, hogy lesz a cél a farkas ember vadász, és akkor így jönnek tovább, hogy... Aj, elküldöm Zoli az IMDb linket, aztán nézd meg te is. Nyugtass meg. Elnézést, én nem tudtam, hogy ez anime, de én csak beírtam, hogy Vampire Hunter, aztán kész. Aha. Jó, mindegy, lehet, hogy pozitívan csalódunk, én rühellem az animéket, de... Ez nem videójáték? Nem, nem. Mindegy, adjuk meg az esélyt. De azért ezek a nevek, öcsém, D... Balkéz, meg mi? Balkéz az a neve, és az meg, előre érzem, ki csinálta ezt? Amúgy nem, az a kultusza van ennek. Zoli, ne rinyáljál már ennyit, mi is megnézzük, te is nézd meg, most mit csinálod itt a műsort? Nem. Jó lesz ez, jó lesz, remélem, hogy jó lesz. Tehát akkor 33. adásban Vampire Hunter, hát nem ígérünk semmit, de becsülettel megnézzük, én legalábbis megnézem. Aztán, hát Zoli, hát múltkor ugyanúgy rinyáltál, hogy mi ez a csoda, csibe futa, ezek után kérem szépen, Zolinak tetszett a csibe futam. Jó volt. Na, ugyebár. Meg vagyok lepve, egyébként tényleg jó volt. Én nagyon nem akartam megnézni, most megmondom őszintén, hogy a tábor után így hazajöttem, és amikor írogattátok ki Twitterre, meg nem Twitterre, a levélben, hogy miket láttatok, olyan méretetlen kisebbségi komplexusom volt, hogy azt mondtam, hogy a rohadt életben csak azért is megnézem, mit nézek meg. De, mi volt ez, csibefutam? És na, akkor nézzük meg a csibefutamot, tök mindegy. És lekapcsoltam az agyamat, és azt vettem észre igazából, hogy kezdem nézni a filmet, egyre inkább úgy élénkebb, és kezd érdekelni, hogy mi lesz ebből. És így, egyébként meglepően jó kis mese kerekedett belőle. Tök jó volt. Ugye. Az elején kicsit lapos, aztán nagyon beindul, és tök jó lesz. Igen, viszont ezzel a gyurmás dologgal én máig nem vagyok képes megbarátkozni. Ezt írtam talán levélben, hogy szerintem ez ilyen gyerekkori defektus, én nem tudom micsoda, de így a... Így az van előttem, tudod, amikor összeraktunk gyurmából valami ízét, aminek volt 5 ága, és elneveztük embernek, és akkor így lépegettünk előre, és hogy valahogy ez van előttem, hogy csináltam egy gyurmafilmet, és akkor így előttem lejátszódik az, amikor mit tudom, hogy 6 évesen ott valaki mászkált, és ezt most lefilmezte. Hát olyan hülye képzett társítás, tudom, hogy torz az egész és szar, de nem tudom miért, hogy a gyurmafilmeket nem tudom rendesen helyén kezelni, pedig van köztük érték, tehát a Valaszésről, amit is a Csibőfutam is egy jó példa erre. Ugyanazok de... a készítők. Igen. Csak valamilyen egész egyszerűen nem tudok ráállni. Tehát ami olyan szinten nem a zsánerem, hogy az valami egészen elképesztő. De egyébként egy jó film volt. Ugye Gergő? Az... Nem. Engem nem győzött meg, egyáltalán nem kapott el a film. Tehát így néztem, rohadtul unatkoztam amúgy közben, tehát amúgy nem tudom, a humora se nagyon kapott el, talán volt 2 poén, amint tényleg tudtam nevetni. Tehát a többi meg, nem, nekem végig a Schindler listán járt az eszembe közben, és hogy Jézusom, én nem akarom ezzel összetársítani. Inkább a nagy szökés. Egy mesét azzal. Nekem a Toy Story jutott eszembe. Becsöppen a kazar retardált közé a Buzz Lightyear, akiről azt hiszik, hogy tud repülni közben, nem is. Jó. Hát ennek is van valami alapja. Ő hiszi magáról, hogy tud repülni, a többiek tudják, hogy nem. Ő is tudja, hogy... Ezt spoilerezek, fasz. Basszus. De nem, te most Anna Maria Buzz Lightyear-ról beszélt. Ja, bocsánat, Buzz Lightyear, bocsánat, én azért a Rooster-ről. Rocky-ról. Igen, Rocky-ról, igen. Aminek meg Gibson volt a hangja igazából. Az eredetiben. Magyarban pedig, aki
Eddie Murphynek szokta kölcsönözni a hangját, nem tudom eszembe a neve. Mindegy. Igen, igen, én sem úgy gondolkoztam, hogy kik meg, hát a Dörner, Bruce Willis. Ugyanaz. Dörner. És Anna-Mari, neked hogy tetszett? Én ezt kiskorom óta imádom. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezt a mesét, pedig utálom a gyurma meséket. Mert kiskoromban láttam valamit, amitől ugyan ilyen gyurmából készült animáció volt az is, és rettenetesen megijedtem tőle, nem tudom miért. És azóta utálom az összeset, de ezt nagyon szeretem. Mert jó a humora, szerintem. Nem olyan egetrengető, de lehet rajta nevetni, hogyha többen vagytok. Vagy kisgyerek fejjel nézett, és azóta megmaradt. Jó, de hát nagy tömegben minden jobban működik. Ez olyan. Horror is. Hát az nem mindegy, hogy melyik. Azért a suspense horrorok nagy tömegben például abszolút nem működnek. Hát vagy, de hát inkább ilyen tényleg ezek a brain dead-ek működnek jól a társaságban. Igen. Szóval azért nem biztos, hogy leülsz így haverokkal megnézni egy Sinistert, vagy egy, mit tudom én, Insidious-t. Igen, ott zavaró. Igen, a táborban, amikor egyébként Freddy, te is lent voltál, például a Dance of the Dead ment, és marha jól működött társaságban. Én oda el se jutottam, mert ott körbevettek a tábortűznél. Hát ez a társaságára. De Gergő egyébként még a kinézet, a csirkék kinézete, az a nagy seggű design, meg ilyesmi se tetszett, mert ez az egész tábor... Komikus volt, volt neki egy hatása, de hát ilyen... Olyan idióta volt az egész. Tehát én bevő vagyok a hülyeségre, nem erről van szó, csak itt egyszerűen így nem. Semmit nem láttam benne, így viccesnek se tartottam meg. De egésznek volt egy ilyen beteges holokausztos beütés, és ez nekem nagyon, nagyon fájdalmas volt. A szöges drót miatt mondod a holokausztot? Mi? Hát nem, csak úgy tudod, összegyűjtötték őket, dolgoztatták őket, aztán meg kinyírták őket, meg itt tudom, ilyet, rakták be a kamrába. Ez nagyon fú. És várták a halált. Egyébként az az érdekes, hogy volt egy-két pont, amikor az volt az érzésem, hogy akkor én most leszek vegetáriánus. De tényleg. Az nagyon sírosan állt, amikor az elején ugye az a filmnek az alapkonfliktusa, hogy a csirkék meg akarnak szökni a gazdáiktól, mert ugye tojnak, és a végén, amikor már nem tudnak, akkor lelépnek, vagy megölik őket. Levágják és megsütik. Igen. És ezért szeretnének lelépni. Nos, az ugye az egyik első jelenet, amikor bemutatják ezt így szó legszorosabb értelmében, hogy oda megy a gazdaasszony, kiválasztja azt a csirkét, amelyik egy egész héten keresztül nem toj, és lassan elindul a kamera, kinyílik a pajtaajtó, ott meglátja az ember a baltát, fogja a csirkét a kezében, és nézed, hogy Atya Úristen ennek... Aztán utána látod a csirkebordát a következő jelenetben. Igen, ahogy számolja az asszony, hogy mennyi a bevételük. Szerintem borzasztó volt egy ilyet mesébe látni. Igen, és van ebből még egy-kettő. De nagyon-nagyon nagy hatása volt. Igen, annyira egyébként nem gyerekmese, tehát szerintem igazából ez inkább egy, hát középkor, inkább felnőtt mese. Csak az abban, hogy igazából ez a fajta komolykodás, ez szerintem annyira nem áll jól a filmnek. Ez szerintem egy jó film, csak a történet egyébként maga annyira gyerekes, hogy szerintem ez a felnőtteket annyira nem köti. Tehát most alapvetően miről beszélünk? Arról, hogy az a csirke meg szeretne szökni a csirkefarmról, és ehhez viszont rendkívül komor képeket tesz be időnként, ami szerintem nem indokolt. Tehát azok, akiknek szólna ez a film, azokat szerintem nem kéne ezzel elriasztani. Nem álltott volna kicsit több szint vinni az egészre, szó szerint, mert hát miből építkezik, főleg a barnából, igen. A kéből. Szürkés volt az egész teljesen, szóval olyan, nem? Aztán, nem, tehát, mint hogyha így a film nem találnak célközönségét egy picit. Igen. Szerintem mindenkihez akar szólni a kicsikhez is, a nagyokhoz is, hogy mindenki élvezze, de aztán lesz belőle egy bazi nagy katyvasz. Szerintem. Hát szerintem. De nem azt mondtad, hogy szereted ezt a filmet? Igen. Szeretem. Hibák ellenére lehet a legjobban szeretni valamit. Kiskoromban láttam, én akkor megszerettem, és ezt a mai napig tartom. Persze mondjuk szerintem egy Disney mese jobb ennél, mert mondjuk az színesebb, és én rajongok mindenért, ami színes. Na most, viszont ez attól függetlenül nagyon szerethető és közel áll hozzám, mint emberhez. Tisztellek, Anna-Mari, viccen kívül. Köszönöm. Nem, egyébként sokszor van az, hogy valamit szeret az ember, és az annyira jó, hogy az piedesztában is hibátlan. Hogyan van? Te...
Nem, csak ez. Ritkán találkozik ilyen az ember, vagy legalábbis ilyen, úgyhogy respekt. És a 19 évemben megtalálna, mi? Ja, szóval szerintem pont ez a jó, hogy nem ilyen Disney-s, hanem ilyen tényleg tud néha ilyen rosszabb hangulatú lenni, meg komolyabb hangulatú, de szerintem emiatt volt egyetlen tétje az egésznek, hogy azok a csirkék meg akarnak szökni, tehát szerintem ez abszolút nem volt problémás. Látod a végén, hogy talán mégis komor lesz, mert az egész film az volt, akkor lehet, hogy mégis, hát a happy endnek mese muszáj. Kicsik miatt nem lehet megcsinálni, hogy ne az legyen. Igen. És ezzel nem lőttem el semmit. Hát akkor ki is borultam volna. De nem lesz happy end. Az akkor kiborul a Billy. De várjál meg, Gergő, téged megviselt ez a film. Komolyan mondom. De akkor neked csak tetszett ez a film. Hát nem, de én egy meséltől nem ilyen élményt várok, vagy én nem erre számítottam, szóval... Zoli se erre számított, mégis tetszett. Nem mindegy, neki. Hogy mit vált ki az emberből egy film, és én nem ezt akartam, hogy kiváltsa. Itt az életkorról van szó, hogy én kiskoromban láttam, akkor tetszett. Most picit idősebb fejjel láttam, most is még érzem, hogy van benne valami, de ez nosztalgia is egyrészt. Zoli meg ugye érette, mint Gergő, már életkorilag is, ezért ő talán... Már biztosan máshogy látja az egészet. Mert Gergő nem találkozott vele úgy fiatal korábban, totyogósan, mint én. Ami úgy, hogy tegnap 2000-ben voltál, vagy 8 éves, akkor már azért csak. De akkor is. Igen, persze, szóval nem. Ez a film nekem nem. Nem, biztos, hogy nem fogom újra nézni. Én sem. 100%, de még ajánlani se fogom. Egyébként, ha már ilyen őszinteségi rohan van az egész podcast során, akkor azt hadd mondjam már el, hogy azért Freddy is borítékolta, hogy nekem nem fog tetszeni a Csibefutam. Micsoda? Az előző podcastben szomorúan elmondtad, hogy ha nem tetszik neki, akkor hivatalosan is kijelented, hogy csak negatív kritikát tud alkotni egy filmről. Oké, de én végig azt mondtam, hogy Zoli, bíz bennem, tetszeni fog neked, és tetszett. Igen, igen. Tehát miről beszél Zoltán? Én nem így emlékszem. Én mondtam, hogy nem fog tetszeni. Ja jó, akkor Gergőt kell. Engem lehet ostorozni. Nem, én Freddyt akarom. Kitalálok. A Drive nem elég. Még időnként előveszem majd. Én azt mondom, hogy Zoli, neked a mielőtt fel kell a nap nem tetszene, mert te ott hülyét kapnál 20 perc után már. De egyébként ez tényleg arról szól, hogy most két ember megy a vonaton, leszáll a vonatról, beszélgetnek, kamilláznak, igen. Csak erről. Krémest tesznek, meg ilyesmi. Igen. És ebből trilógiát csináltak? Ja. A baszdmeg, csinálok ilyen erővel saját magamról egy filmet, hogy mit tudom, elmegyek a pékségbe, veszek magamnak, mit tudom én, tejfölös lángost, és hazajövök. És ezt háromszor megcsinálom, és trilógiát csinálok belőle. Komolyan hát, nézd meg, Zoli. Lehet, hogy tetszeni fog amúgy. De a script miatt olyan nagyon lehengerlő az egész. De egy jól meg van írva. Meg fogom nézni, most már kíváncsi vagyok rá. Egyébként annyira nem rosszak ezek a kamaradarabok, mert a Zöldöklés istene az egyik kedvenc filmem. Ez olyan brutálisan jó az a film, azt láttátok? Én nem. Azt nézzétek meg, ha tehetitek. Nekem kicsit csalódás volt. Hát állat! Itt ültünk Adriba, és rajta csüngtünk minden egyes szó, ami ott elhangzott. Annyira olyan, mintha az élet szülte volna az összes létezőt. Hát én nem tudom, szerintem egy idő után már nagyon iszonyat szimpadias lett, és így az elején tényleg olyan volt, mintha akármelyik szülő találkozott volna, és ilyen iróniával beszélnek, és teszik a burkolt megjegyzéseket, de a végén már annyira abszurd volt, már nem tudom, kicsit így már sok volt. De neked nem voltak ilyen helyzeteid az életben, hogy a szülők ugrottak egymásnak a marhasságokért? Hát dehogy nem, de sosem így végződött. Jó, hát nyilván, oké, de nekem nagyon tetszett például a filmnek az üzenete. A film leges legvége, a stáblistánál, az volt teli találat. Amikor újra a két gyereket látni, nem tudom, arra emlékszel. Igen, meg a hörcsögöket. Hörcsög. De hörcsög. A hörcsög ott van, és fontos. Mit ennyire Zolinak? Nem, és fontos. És de részileg fontos a hörcsög a végén. Na, ugye van egy példa, egy hasonlat a filmben, és ebből indul ki az egész történet, és hogy mennyire nincs... Na jó, ezt majd máskor elmondom, de tényleg az Öldöklés istenét, aki teheti, nézze meg, iszonyatosan
megtévesztő a film, ez alapján az ember valami hihetetlen epikus videójáték, vagy egy God of War-szerű valamit képzelne el, de nem. És végig egy szobába játszódik. Igen, egyetlen szobába játszódik, két szülő civakodik. Ja. És de még az ilyet szeretem. Ha, nagyon-nagyon jó. Nem rossz, hihetlen nem rossz, jó. Csak nem tudom, kicsit többet vártam tőle, de tényleg nézhető is, és így nagyon sokszor így magára ismer az ember, hogy úristen, hányszor hallotta a szülőktől, meg ilyenek. Ó, Christoph Waltz, ez engem érdekel. Igen, Christoph Waltz. Julie Foster. Igen. Kate Winslet. Igen, tehát parádés a szereplőgárda, és még ott van az izé, másik is, John C. Reilly, vagy kicsit. Igen, igen, igen. És izé a Polanski is szerepel egy pillanatra. Egy kameóreig. Kameó. Ja. Úgyhogy tényleg, aki tudja, az... Hogy jutottunk el idáig? Nem tudom, te hoztad. A csibefutamtól fogalmam nincs. Ja nem, a kamaradarabok kapcsán jutottunk el idáig. Mert a csibefutam olyan kamaradarab. Nem a csibefutam, hanem az, amikor... Ami előtt fel kellene. Azt tudtátok, hogy a csibefutam hatására lett az Oscaron az a kategória, amiben az animációs filmeket díjazzák? Nem volt 2000 előtt? De nem volt. Megnézte az Oscarnak a bizottsága, és azt mondták, hogy ez nagyon jó. Nem adtak neki Oscart, hanem következő évben az lett, hogy megnyitották ezt a kategóriát, és onnantól számítva folyamatosan adják a legjobb animációs filmnek járó díjat. Akkor már nem hiába hoztam. Akkor ezért kapott a szörnyerté Oscart már. Az meg 2001-es. Ja. Hát jó, de a Pixar az gyakorlatilag bemegy és elhozza minden évben. Igen, mindegy, hogy kivéve a mostani dolgaival. Hát jó, azért valljuk be, hát, sokszor megérdemeltem. Persze, hát a Wall-E az szerintem minden idők egyik legjobb animációs filmje, hanem a legjobb. Ja. Én is imádom, az szerintem az egyik legjobb. A Toy Story 3 meg a Wall-E az, ami nálam viszi a filmet. Igen, igen, igen. Na. Síros, nevetős, mindenféle. Igazi hullámvasút. Igen, tényleg. Tényleg. Hát az a hulladék égetős jelenet az... Az durva volt. Az... Mindig eltalálják azt, hogy hogyan legyen vége. Úgy, hogy valami nyomot azt hagyjon a lelkemben. Mert amikor ott elkezdenek, ugye a Toy Story-nak az a vége, hogy játszanak a kislánnyal, Bonnie-val, az Andy a játékokkal. Hát az valami csodálatos. És ahogy amilyen színek vannak ott, meg ahogy ez meg van komponálva... És az a majom. Én ott akarok dolgozni. Egyébként én amikor olvastam a Steve Jobs könyvet, annak ugye van egy része, amikor a Steve Jobs átmegy a Pixarhoz. És ő az, aki gyakorlatilag felfuttatja a Pixart. És a könyv az leírja, hogyan lesz a Pixarból két emberből, aki érte ezekhez a dolgokhoz, a Pixar. És végigviszi a hihetetlen család, meg a többinek igazából gyakorlatilag az alapoktól, a Toy Story-tól az őrlődést a Disney és a Pixar, meg a többi között, és valami hihetetlen az a cég. Tehát így az ember mondjuk elképzel valamit mondjuk a fejében, de valami brutális, hogy ott milyen kreatív agyak vannak, vagy voltak legalábbis. Hát elvileg vannak is, mert hogy most már így évente kettő filmmel akarnak előállni 2015-től, hogy mindig egy saját ötletet hoznak meg, a Disneynek csinálnak valami folytatást, vagy előzményt. Ajaj. Hát eddig nem csinálták, most miért van hirtelen rá szükség? Az a baj, hogy igen, szerintem túl sok minden mutat egy irányba, annyira azért nem jók mostanában a Pixar filmek, szerintem, hogy ezt mennyiséggel kelljen kompenzálni. De nem hát de, hogy mondjuk... ezért akarnak előállni eredeti ötlettel, mert már ők is unják ezeket a folytatásokat. Hát de ez nem így működik szerintem, hogy fú gyerekek, akkor most 2014 van, kéne egy eredeti ötlet, kinek van egy eredeti ötletet, John, neked van egy eredeti ötleted, akkor csináljunk belőle a filmet. Tehát amúgy így az... szokták, mindig van így a vállalaton belül bárkinek van egy ötlet, előállhat vele és elmondja a vezetés, hogy ha tetszik, akkor megcsinálják. Zoli, a videójátékiparban, és most ugyanez van, hogy tavaly mindig csak számozott címek jöttek ki, figyelj, kijött a Dishonored, és mindenki lecsapott rá. Nem volt olyan hű, de fantasztikusan nagyszerű, de mondták, hogy hű, új IP, ez nekünk kell. És most, mi volt az E3-on? Végességig új IP-ket mutattak. Na jó, volt Halo, de hát az mikor nincs. Hát igen, de most visszakanyarodva például, most mondjuk egy új IP-t mondjuk a Pixartól, Merida, amit Gergő annyira szeret. Nem. Tehát így most azt mondom, hogy ettől nem fog megváltozni dolog, azt mondják mostantól, hogy Bill álljál elő egy önálló ötlettel, mert a legutóbbi önálló ötlet, az láttuk, hogy merre felé ment. Most ez kérdés persze, hogy ez az új IP, ez a Pixarnak, a Pixar saját projektje volt, vagy kifejezetten a Disney érában akarták megcsinálni, de miután a Disney ugye fölvásárolta a Pixart, én nem biztos, hogy meg fogják engedni nekik, hogy csak úgy kalózkodjanak kényükre, kedvükre. Valószínűleg egy normális filmeket csináljanak. Nézd, igazából, hogyha bemennek a Szörny Egyetemre, bár
Fredinek az tetszett, de hogy bemennek a Meridára annyian, hogy eltapsolnak rá mondjuk 3-4-500 millió dollárt, akkor szerintem a Disney pont nem érdekli, hogy mit fognak még belerakni, hogy hogyan csinálják. Hogyha csinálnak ilyen jellegű önálló IP-kat Pixar név alatt, akkor szerintem senkit nem fog érdekelni. Jó, hát Disney biztos nem. Egy idő után már azért érezni fogják az emberek is a futószalakatást, és akkor már azt mondják, hogy á, Pixar, ez ugyanaz lesz, mint az előző. Eddig pont az volt, hogy azért mentek el az emberek Pixarra, mert ez valami más volt. Nagyobb töltete volt az egésznek. Hát ja? Igen, viszont. Ott egy bizonyos színvonalat mindig kapott az ember, tehát ott... Bizony. Most hát csak nem a megszokottat, akkor inkább mondjuk úgy. Hát most lesz az új filmjük, ez a Repcsik, azt hiszem. Ne, az Disney, az nem Disney? Pixar. Az Disney? Az Disney? Az Disney Animations, az így oké, levezetik valahogy a Verdákból, de jó, mondjuk én a Verdákat sem szeretem, de hogy az már egy teljesen Disney projekt, úgy mondjam. Akkor bocsánat, én néztem be. Tehát most jövőre jönni fog, ugye ez valami dínós filmjük elvileg, ez is valami új cím lesz. Azt láttam, az valami brutál jól néz ki. Nem az. Nem abból az még nem nagyon van előzetes, még csinálgatják. Ja, oké, akkor nem azt láttam. Tudom, hogy melyikre gondolsz, most a címét nem tudom neked megmondani, de tudom, melyikre gondolsz. Mit szólnátok hozzá, ha most már végeztünk a filmekkel, még Anna-Mari még ráér elvileg, hogy... Lassan, pont most akartam, hogy lassan mennem kell, úgyhogy lehetőleg zárjuk rövidre, de... Még ráérek egy kicsit. Egy három villámkérdés még belefér? Simán. Oké, és na akkor még így a befejezésül három villámkérdés még gyorsan felolvasok. Mely filmek azok, amiket nem láttatok moziban, de ha újra vetítenék, biztosan megnéznétek? Csillagok háborúja. Az eredeti trilógia. Igen, de akkor visszautaznék az időben. Igen, nem a mostani Lucas Péterzi. Nem az, hanem hogy azt átélni, amikor akkor volt. Igen, akkori közönség. Az igen, ja. Hogy milyen érzés volt akkor látni ezt, hogy fénykart, meg mit tudom én mi. Annyira kíváncsi lennék. Meg várja úgy, hogy először látod. Tehát én nem tudom, milyen az, amikor először láttam. Rohadtul nem emlékszem rá. Azt én tudom, hogy milyen az, amikor én tudom, milyen az, amikor először láttam a Csillagok háborúját, mert én tavaly néztem meg. A párom unszolt, és azt mondta, hogy ez olyan jó. Már mi a Csillagok háborúját? Mesek? A Csillagok háborúját? Igen, az eredeti trilógiát. Azt most láttad először? Én ezt most láttam tavaly nyárt. Shit. És hát nem találkoztam eddig vele. Csak tévében adták egyszer-kétszer, de azt úgy kimaradt az életemből. De rohadt öreg vagyok, basszus. Hogy lehet így felnőni, hogy nem találkoztál előtte a Csillagok háborújával? Úgy, hogy én egyke gyerek vagyok, és nagyon keveset jártam társaságba. Hegyen lakom, oké? Okay? Hegyen lakom, ez a gyógyom. Egy lakó. Ez a rogyom. Egy lakó. Én vagyok Manyi a hegyről, így osztálytársaim. Úgyhogy nekem annyira nem, nagynak éreztem a hype-ot körülötte, már így visszagondolva, de nagyon jó film. De ez azért, mert már előre tudtad, hogy ki kinek az apja. Bizony, igen, ez azért van, mert el vagy spoilerezve az egész nekem véges végig. De jó volt az egésznek a dramaturgiája. Hülye művész ember vagyok, ilyen szavakat használva. És akkor te melyik filmet néznéd moziban, Anna-Mari? Nem tudom. Nem vagyok moziba járos, mert nem szeretem a mozit. Viszont azt tudom, hogy nem szeretem. Egyetlen egy 3D-s filmet néztem, a Hobbitot, és az nagyon tetszett, úgyhogy lehet kipróbálnám a Titanic 3D-t, hogyha vetítenék újra. De az se egyedül. Pedig arra nem régen volt lehetőség. Igen, arra nem régen volt lehetőség, csak hát mondom, nem gyakran járok el moziba. Tudod, hegyen lakik. Én hegyen én a cápát nézném meg mindenki Nagyvásznon. Azt hiszem, hogy a Drive-ot. Hát Drive-ot már láttam moziban, úgyhogy ez kilőve. Mert itt az volt, hogy amiket nem láttatok moziban, Zoli, figyeljél! Hát nem igaz. Ismétlés a tudás anyja. Zoli, te még nem mondtál semmit. De hát mondtam, bólogattam a Star Wars-ra. Ami más. De már. Nem láttam moziba és megnéznem. Az baj, hogy nem tudom. Vagy mondjuk én a Gyűrűk urát se láttam moziba, azt is elmennék megnézni moziba. Még nem nagyon járkáltam oda. Mondjuk most van egy érdekes dolog, valamikor volt ilyen, hogy
Broadway előadást, amit az USA-ban nyomnak, azt meg lehetett nézni. Jaj, Corvinban basszus, hónapokig terrorizálták a nézőket azzal. És én azért ezt megnézném, tehát USA-ban nem fog kimenni Broadway előadásért, de ha már ide hozzák hazúra, akkor már lehet, hogy szörnyűnek nézett ki, Zoli. Szörnyű. A Jekyll and Hyde-ban David Hasselhoff volt. Olyan. Igen. Én profi vagyok ebben, mert tényleg, ha 2-3 hónapig nem láttam a Corvinban minden egyes alkalommal ezt a Broadway reklámot, egyet se. Tehát szörnyű volt. És annyira gagyin nézett ki az egész. Kivéve Hasselhoffot. Hát kivéve Hasselhoff, persze. Igen. Tehát a színházat felvételről nézni, vagy képernyőről, az milyen már? Az elveszik a varázsa. A színháznak pont az a lényege, hogy érzed, hogyha érzed a színész. És az elsősorban ősz, akkor lekötnek. Nekem nincsenek ilyen luxus igényeim, tehát én bőségesen beérem a darabbal. Tehát így én a Csillagok háborújában is teljesen megvoltam azzal, nem kell kimennem a világűrbe, azért ott cikázzak a halálcsillagba. Én beérem azzal, hogy 2D-ben látom az embereket. Egyébként nekem valahogy nem sosem volt meg az a perverzióm, hogy a színházban érezzem a színész izzadságát, mert valahogy beértem a darabbal, hogy fú, ez jó volt, meg nem tudom, ami nekem az valahogy sosem adta, hogy lehet, hogy ez a baj, hogy nem tudom kellően értékelni miatt a színházat, mert persze igen, színészek meg ott helyben adják elő, meg élő, meg mit tudom én, de nekem akkor is a darab meg a mondani való, tehát átjön vagy nem. Tehát ha belesül a szövegbe, az ciki, de úgy vagyok vele, hogy most az egész életen keresztül tehát gyakorolják ezeket a szerepeket, tehát az a minimum, hogy ezeket elő tudják adni folyamatosan. Ez olyan, mintha egy zenekar a saját zenéjében, amivel kivonul, abba beleégne, tehát azért ez az full ciki, nem? Előfordul. Igen, tehát így nem tudom. Így szerintem nem vonna az értékében, meg a Broadway miatt nem mennék ki mondjuk Hollywoodba. Vagy nem tudom, hogy azt mondom. New York, bocsánat, New York. Bocsánat, összecsúsznak már dolgok. De az ember nem is azért megy ki, hanem kimegy, mint olyan 2 hétig nézelődni, és akkor egyet megállt. Nem csak azért. Na de érted. Tehát, hát értem, persze. Amúgy még visszatérve a mozira például az Indiana Jones-t. Az első rész, tök jó lenne megnézni moziba. Azt tényleg érdekel, nem moziba. Miért ne? Ja, miért ne? Azt nem biztos jól néz ki. Micsoda? Nagy Vásznon biztos jól néz ki. Biztos. Az első rész biztosan, a második rész az már talán nem, meg a harmadik. Pirk! De a második amúgy elég rossz volt abból. Igen, az borzasztó rossz. Szerintem. A végzett templom, vagy az utolsó kezdes? Igen. Az az indiás. Az a szíves. Az, amikor már ilyen véráldozat van, meg India, meg mit tudom én, Maharaja. Már Maharaja? Maharaja. Na, nem csak én mondok ilyeneket ma, kicsit megnyugodtam. Túl jó a kép, mindenkit totál kész van, jó? Na, inkább a második kérdést gyorsan felolvasom. Az első idejéként Tamás kérdezte, a másodikat Attila küldte el. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek kellene államilag kötelezővé tenni különböző filmeket az iskolában, és ha igen, miket? USA-ban állítólag a kötelező tananyag a Holdköltők Társasága és az Élet csoda szép. Ez csoda jó az a film, az első. Igen, Holdköltők Társasága az nagyon-nagyon jó, de én ezt nem tenném kötelezővé, pont azért, mert hogy szerintem ami állami, és ami kötelező, az elő menekülnek az emberek. Pontosan. Meg ez valakinek vagy jön, vagy nem, tehát engem, én rohadtul rühelném, hogyha valaki mondjuk állami ok, azért, mert mondjuk az állam, vagy majd kötelezővé tenni mondjuk azt, hogy nézzük meg a sorstalanságot. Hát agyvérzést kapnék, hogyha ilyen hülyeséggel traktálnám. Na jó, de hát fia, irodalom órán most azt mondják a diákoknak, hogy nézzük ezt a filmet, akkor úgyis megnézed, mert addig se kell, nem tudom én, hülye verseket tanulni. De figyelj, nekünk is azt mondogatták folyton gimiben. Folyton azt mondogatták középiskolában a tanáraink, hogy folyton ki fogunk csúszni az anyagból. Nincs rá idő, nem tudtuk megtanulni például az érettségi tételeket. Otthon kidolgozod, magadnak megvolt. Nekem szerencsém volt, én pont olyat húztam, ami friss anyag volt, József Attilából érettségiztem irodalomból. És hát amikor, hogyha például kihúztam volna a Radnóti eklogáit, hát akkor én az egy picit bajban lettem volna, de megoldottam volna mindenképpen. Visszatérve a filmekre, szerintem, hogyha állami kézbe adják a kultúrát, tehát központosítják a kultúrát, az nem jó. Az sosem szül jó vért. Tehát ha központilag mondják meg, hogy mi a kultúra, és ez teljesen mindegy, tehát ez lehet az irodalom, lehet a színjátszás, vagy lehet a mozgókép, az szerintem nem jó. Persze egy nagyon jó idealizált állapot az, hogy azt mondják, hogy értelmes filmeket adnak le. Például az előbb említett Holdköltők Társasága. Én ezt tudnám bővíteni nagyon sok filmre. De mi van akkor, hogyha nem?
Mi van akkor, hogyha olyan filmeket adnak le, amitől mondjuk az, aki először találkozik ezzel a témával, az kifut a világból? Tehát nem az a gond, hogy kötelezővé tenném, tehát én mindenképpen erősen ajánlottam, idézőjelben kötelezővé tenném bizonyos filmek megnézését, de nem úgy, hogy ezt az állam csinálja, mert ő inkább ne csináljon semmit. És most, mivel belemennék a politikai dolgokba, így tényleg szerintem nem kéne a kultúrát csesztetniük. Így is jobban belefolynak, mint amennyire kéne. Így is a színházakat mindig ők, hát egyre inkább épülnek le a színházaink pont amiatt, mert megszorítják. Tehát most tételezzük fel, hogy egy szuper nemzetben vagyunk, szuper oktatási rendszerről a diákok könyörögnek, hogy gyerünk állam, adjál nekünk egy kötelező filmet, akkor most mindenki mondjon egy filmet, hogy mit kéne nekik megnézni. Hát a napköziben, hogyha elalvás előtt, hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekek jól aludjanak, én mindenképpen a Drive-ot leadnám nekik. Na jó, mész a Én a keresztapács. Hihetetlen. Keresztapács. Hát, hogy aludjanak a gyerekek. Ja, másért, másra az nem jó. Az tényleg lassú film. Emberek, az Attila feltett egy értelmes kérdést, és 5 perceit nem bírunk választ adni, mert Zoli már megint itt trollkodik a Drive-val, nem igaz? Tehát ez majdnem én állandó, mint a Uwe-ból. Kaptak egy kabátot, talán nem alszanak el. Mindenképpen fel lenne mondani, akkor ugye a sorstalanság az ugye ahelyett, hogy a könyv az nehezen van, nehezen olvasható, mert ugye olyan, nem a nyelvezet miatt, hanem mert naptóbejegyzésekre épül, a film az pedig nem, az egy folyamatos cselekmény, úgyhogy szerintem olyan szempontból jobb a film, de voltak éppen a könyv, szóval ebből most nem tudom, hogy vágom ki magam. Más nézőpont. Talán a sorstalanság. Viszont nem jó, nem azt mondom, hogy a sorstalanság jó film. Azt mondom, hogy talán érthetőbb, hogyha amikor elkezdik tanulni ugye 8-ban a második világháború, és ugye ezzel jön a holokauszt, akkor talán azzal a srácnak a nézőpontján keresztül talán könnyebben megérti. Hát akkor már inkább a Schindler listáját, nem? Inkább. Nem, mert az... De miért akarunk le a holokausztnál? Tehát miért a holokausztot akarjuk nyomatni nekik? Azért, mert úgyis erre épül mostanában minden a második világháború körül. Bár én ennél szabadabb gondolkodású vagyok. Elmondok egy érdekes szituációt nektek, figyeljetek, mert gyors lesz. Okay. Az van, hogy Adrival beszélgettünk arról, hogy pont az Oscar díjátadók kapcsán, hogy miért van az, hogy mostanában annyira sekélyes filmeket díjaznak? Hogy miért nem tudnak mondjuk olyan filmeket értékelni, miért nem születnek olyan filmek, amik minden korosztálynak üzennek valamit. De mondjuk egy korosztályt szórakoztatnak, és hogy érik az ember, mindig új üzeneteket, új tartalmat látnak meg benne. És egy ilyen történetet mondjuk több korosztálynak, több csoportban, több iskolai rendszerben el lehetne adni. És kapaszkodjatok, tudjátok, hogy mit vetitek le az embereknek? Forrest Gumpot. Az nagy, az a kedvenc filmem. Akár, jó. Ennyit megvettél, kész. A Forrest Gump az tényleg olyan, ami tényleg rohadtul széles körbe mozog, és mégis marha minőségi. Azt imádom, azt a filmet. A párom utálja, én imádom. Hogy lehet utálni a Forrest Gumpot? Azért, mert szerintem szomorú. Úgy, ahogy a Drive-ot. Ki utálja a Drive-ot? Senki. Ki szereti a Drive-ot? Mindenki. Szerintem egyébként, amikor ki fog menni a gázadivatból, akkor az anesteziológusok Drive-val fogják altatni az embert. Én a drótot mondanám, hogy ezt nézzék meg, a drótsorozatot, mert szerintem... Na, hát az egy külön tantárgy lenne, egy éves tantárgy, hogy ezt végignézzék a gyerek. Így van, de hosszában valóban nem egy olyan, hogy beültetem és megnézik, de elképesztően sok mondani valója van a drótsorozatnak, úgyhogy szerintem én azt mindenképp iskoláknak ajánlanám, hogy valamilyen formában nézessék meg a diákokkal, mert szenzációs sorozat. Harmadik kérdés így lezárásképpen, mielőtt valahogy itt is mindig a Drive-hoz kötünk. Dávid kérdezi, melyik színésznek tanultad meg először a nevét gyerekként? Jézus Mária. Hát akkor még gondolkodtok, én szerintem egyértelműen nálom Bud Spencer a nyerő. Lehet benne valami, lehet nekem is ő. Meg Terence Hill, de ők együtt. Jó. Legelőször... Vagy esetleg Louis de Funé nálam, de még most sem tudom, hogy helyesen ejtem meg ki a nevét. Funé. Hát én tényleg nem tudom, már nem lehet Bruce Willis, nem tudom. Olyan jó kérdéseket tudnak föltenni, hogy az valami hihetetlen. Ez tényleg jó kérdés, csak
Megválaszolni nem tudom. Szóval... Szóval mire gondoltál 3 évesen? Én arra emlékszem, hogy az első nagy filmes dolog, a nagy filmes személy, aki aki megmaradt nekem, az Kevin Sorbo volt, de hogy nem tudtam megegyezni a nevét, az biztos. Herkules. Igen, imádtam. Ezt én is szerettem. Pedig nem volt nagy szám, de annyira így Kevin Sorbo, és így ah! Herkules New Yorkban. Nem. Az a baj, hogy tudom, csak Schwarzeneggerre próbáltam utalni. Na, lehet mondjuk Schwarzi nevét hamarabb megegyeztem. Jó. De egyiket, nem tudom, hogy mondjuk a Schwarzeneggerhez, ha eljutott mondjuk valaki, akkor hogy nem tudtam mondjuk Sylvester Stallone-t. Tehát szerintem, ha abban az érában, ahol mi fölnőttünk, annyi ilyen nem romantikus színész volt, hogy az egyiknek a nevét már megegyezte, tudja, hogy még 3 vagy 4 másikat hozzá tudtál csapni. Igen, sancos. Ez biztos. Jó. Tehát nem tudom. Tehát az a baj, tényleg most mondjuk azt mondod, hogy még tényleg, ha mondj, most valaki mondjuk néz filmeket, akkor iszonyatosan nagy zavarban lehet, mert most már olyan, most olyan nagyon-nagyon-nagyon emblematikus színészeket mondjuk egy új generációból nem igazán lehet mondjuk kihalászni. DiCaprio. De ő sem már az a generáció. Ennyire nem új generáció. Hát 40 éves fiatal. 40 plusz, tehát igazából azok a színészek, akik most tényleg el tudnak adni filmeket, bőven a 40 fölött vannak. Tehát most, hogyha azt mondod, hogy valaki belecsöppen és ezt csinálja és mondjuk aktív, bár az a furcsa mondjuk, hogy a 80-as években is ezek a színészek bőven már 30 fölött voltak, nem 40 fölött, azért 30 fölött bőven. Tehát ez 80-as... nem biztos, hogy baj. Nem, csak mondjuk jelenleg nem nagyon látszik ez a másodvonal. Hát a Vin Diesel is most már 30, közelebb a 40-hez szerintem. Persze, meg Statham is, az is már 40-en túl van, tehát azért... Persze. Jól tartják magukat attól függetlenül, biztos meg kompaszok. Igen. Nem látszódik van rajta biztos. Ja. Majd én is lenyírom a hajamat, aztán össze fogod csinálni magad, Freddy, amikor legközelebb látsz. Szombatig van időd. Ja. Jó van. Na, szerintem akkor a többi villámkérdés majd máskor. Hát Anna-Mari, túlélted. Én simán. Még élveztem is. Na, az már jó. Na, örülünk neki, hogy otthonosan érezted itt magad, és hát nem, remélem, nem viselkedtünk túl gusztustalanul, mint szoktunk. Egyáltalán nem. Oké, és mindenki ezt mondja. Fiúk között nőttem föl, nekem fiú barátaim voltak kiskorom óta, úgyhogy nekem nem tudtak újat mutatni. Már bocs. Na, ezt nem mond. Még nem láttad Freddynek a Drive-os klabátját, úgyhogy azért... Klabátomat, Zoli, klabát. A klabát, igen, jó, oké. Most már engem is elvesztettetek. Klabát. Lehet is kiszámolóst itt játszani. Ja. De jó, mint a kabát. Klabát. Legyél már nyelvújító. Ja, Freddy Drive-os klabátja. De ki lehet mondani, hogy gyorsan Freddy Drive-os klabátja? Na mindegy. Maradjunk a sárga bögrénél szerintem. Oké. Okay. Ja. Minden esetre. Hát köszönöm szépen, Anna-Mari, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Igazán nincs mit, mi köszönjük. Megtisztelve éreztem magam. Hát igen, hát nem mondom, hogy ilyen óriási tömegek jelentkeztek volna, 5 ember volt összesen. Talán majd legközelebb, hogyha ilyen ilyesmi lesz, hogy most már van valaki, akinek sikerült, na akkor majd talán nekem is legközelebb. Így van. És tényleg, szóval lehet, hogy csak 5 ember volt, de mind az 5 ember nagyon jónak tűnt. Úgyhogy tényleg hülyeségre volna állítani, hogy te voltál az egyetlen és utolsó, mert ez szerintem egy filmes podcast nem engedheti meg magának, hogy ne legyen néha női résztvevő is, mert szerintem tényleg egy klassz dolog, hogy ilyen újfajta szemléletet is itt bevonunk az adásba. Úgyhogy hát nem tudom, mennyire örülsz, hogy te akkor legközelebb megúszod a Vampire Hunter-t. Annak örülök kifejezetten, okay. Mert a date azt semmiképpen nem néznék meg. Ha rám kényszerítik, akkor se, inkább a pisztoly. Szóval, azt nem. Pedig szerettem az animéket. Nagyon sokáig voltam animafan. Jó, én bevallom, kicsit félek ettől, mert ez most nagyon váratlanul ért, hogy animét kell megnézni, mert a cím alapján nem sejtettem, hogy ez lesz, de hát meglátjuk. Szóval, én végig fogom nézni, én nem adom fel, mint a Zoli meg a Gergő. Sok kitartást kívánok! Én nem adtam fel, én meg fogom nézni. Igen, a Valhallát mikor? Azt... Jó, a szar!
Zoli meg az AD-t nem bírta végignézni, úgyhogy nem, az... én vagyok az egyetlen elszánt résztvevő itt a podcastben. Az az igazság, Freddy, hogy te rendkívül türelmes ember vagy. Erre legalább egy film bizonyíték, hogy végig. Nem, rendkívül türelmes ember vagy, és én tisztellek ezért. Úristen, Zoli, mit fogsz kapni? Mit fogsz kapni szombaton, érted? Mindenesetre ne akart, hogy én adjak neked innivalót, mert ki tudja, hogy mi van benne. Sejtem, mi lesz benne. Skorpió. Hol van a cián kapszula? Skorpió. Jó. Jó. Már előre várom, hogy felveszünk a YouTube csatornára ilyen bemutatkozó közös videót, akkor mi fog kisülni belőle. Úgyhogy... Azt ott nálad szombaton? Aha. Hogy arról készül videó? Hát én ki szeretnék rakni ilyet a Facebook, a YouTube csatornára, tudod, van ez a hülye bemutatkozó. Tesco gazdaságos bemutató. Igen, hát valami. De én borzasztó csúnya leszek aznap, tehát de annyira csúnya leszek aznap, hogy tehát mondhatod, hogy Zoli vagyok. Mi nem jutsz a fodrászhoz, meg gyantáztatni, vagy micsoda? De igen. Ja, úgyis rajtam lesz a drive kabát, azt mindenki engem fog nézni, úgyhogy... Erre most nem mondok semmit. Ne is, mert tudod, hogy igazam. Igen, igen, jól fog állni. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Milyen nehéz lezárni ezeket az adásokat. Mindenki röhög. Igen. Fájdalmas búcsú. Úgyhogy Anna-Mari, még egyszer kösz szépen, hogy itt voltál. Nincs. És akkor Gergő neked is, és Zoli neked is, és akkor találkozunk majd szombaton. Alig várom. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!